a Movie Podcast 22. alkalommal, reméljük, hogy teljes lesz a csapat, és Vivi is csatlakozik hozzánk. Egyelőre Boki Ádi és Peti van itt velünk ma, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Én magam pedig Beni lennék, üdv új fent. Pár dologról beszélnünk kell, mielőtt belefognánk. Hát ugye fiatal podcast vagyunk, ami azt jelenti, hogy még mindig próbálunk egy kicsit tökéletesíteni a formulát, a saját hangunkat. Szóval, hogyha úgy érezzük, hogy valamitől jobb lenne az adás, akkor változtatunk. A mai adástól annyi változik, hogy az imdb pontozzuk mi is a filmeket. A stáb IMDB pontszámait a csatolmányok között a film után látjátok, és hát természetesen majd megosztom a saját és a többiek IMDB profilját is, amiben akár ugye követni is tudjátok, hogy mégis mit néztünk meg, és milyennek értékeltük az adott filmeket, szóval ez a mai naptól ez változik, ez egy kis plusz lesz. A másik dolog, a másik ilyen szolgálati közlemény, hogy hát itt van október, lassan itt van Halloween a hónap végén, mi pedig úgy gondoltuk, hogy jelentkezünk egy ilyen halloween külön kiadással. Ez abból áll, hogy filmeket majd Halloween-re. Mindenki mond egy filmet, amit a többieknek meg kell nézni. A lényeg az, hogy kapcsolódjon a Halloweenhez az adott film, tehát vagy legyen horror, vagy valamilyen Halloween témájú. Például olyan mondjuk, mint a Hocus Pocus, az a vígjáték Beth Szóval ennyi megkötés legyen. Ez azt jelenti, hogy lesz öt film, amit mindenki megnéz, és majd ezekről Halloweenkor beszélünk. Halloweenkor, október 31-én élesedik majd az a videó. A feladat pedig nektek az, hogy jövő hétre hozzatok egy filmet. Van már valamelyik kötöknek ötlete, vagy tudjátok már, hogy mégis mit akartok majd? Nekem van. Rólam hogy tudni kell, hogy nagyon szeretem a szifit, úgyhogy egy kis szifis horroros meglepetéssel kedveskednék majd nektek. Nekem azért van egy tippem rá, hogy mi az, de nem akarom lelőni a poént. Hát most viccesen mondhatnám, hogy mivel tudjátok, úgyis, hogy szeretem a zombis filmeket, ez a haláli hullák hajnal. Az volt az? Jó oh, Hát ez zseniális. igen, a Cornetto igen, igen. Akkor igen. Hozzám is a sci horror elközelebb egyébként, de így beúrott a hullajó, úgyhogy lehet, hogy ezt a merénletet megkapjátok majd. az oh, mekkora zseniális egy film. Na az, az egy halloween klasszikus. Az egy halloween klasszikus. És ugye az azért jó film, mert azért lehet látni, hogy azért a Peter Jackson hova jutott el a gyűrűk előtt, honnan hova jutott el. Uh, sziasztok, bacsi. Hát én nekem rengeteg filmetletem volt múltkor a szerintem egy 20 percet beszéltünk erről, hogy úristen, melyiket és nem tudok dönteni. Feldobtam én viccből az Ahová lépek szörnytermet, és az neki tetszett az ötlet. Azt mondta, hogy ezt még ti is megmeritek nézni, hogy legyen az. Úgyhogy lehet, hogy Ahová lépek szörnyterem lesz, de még azért átgondolom. Én nekem tuti ötletem van. Szerintem ezt már mondtam is nektek nagyon sokatoknak, hogy mit fogok hozni. Ez a Csákinak az első része lenne, a gyerekjáték, ami egy kultikus film, és amit szégyen szemre nem látott egyik őtök se, úgyhogy ezt mindenképpen majd pótolnatok kell. Tiltakozom. Yeah. <laughs> Bokit is rá fogjuk venni, erre mindenképpen. Na, viszont folytassuk a hírekkel, ugyanis az elmúlt két hétben jött három óra olyan előzetes, amiről mindenképpen érdemes beszélgetni. A Marvel kapitány, az űrdongó, illetve az X-Men Dark phoenix -nek az előzetese is. Meg én még idevennék egy tegnapit is, amit nem tudom, hogy sikerült-e látnotok. A Sherlock Holmesnak az új előzetese, vagyis a Holmes és Watson, a Will Ferrellnek a vígjátéka. Ezek közül melyik az, amit nagyon vártok, melyik az, ami nagyon nem tetszett, gyorsan egy ilyen pár mondat. Minden egyet nagyon várom. A Gyurdombó utána leginkább, utána az X-Men, utána, utána azt hiszem, hogy a Holmes és Watson, és a negyedik a, -a, a legutói, legutolsó. Captain már most a legvárosabb. Nagyon szeretném látni, hogy végül is mit fognak kihozni tényleg így ebből a bot szóállók Marvel univerzumából, úgyhogy, úgyhogy, számomra ez nagyon város, de a, az űrdongó feljött egyébként rá nagyon, tehát ez az új trailer, ez óriási, óriási nosztalgikus dolgokat indított el bennem, tényleg annyira jó volt látni végre, aminek, amire már fohászkodtam az első filmnél, és hogy a lehetőleg a, az átszák és az autóbotok az eredeti alakjukhoz közelítsenek. Ahogy láttam űrdongó végre kisebb lett, meg én nem ilyen hatalmas robotot csinálnak belőle, hanem, hanem talán az eredeti alakjának megfelelően kisebb is lett. A, azért örültem volna neki, hogyha a fejszerkezete is kicsit alakult, tehát nem ez a Michael B. féle figura, van, ez inkább ilyen aranybogár fejszerkezet, ami most van neki szerintem. Viszont az átszákat nagyon eltalálták, erről azért szerintem érdemes lenne majd beszélni. Aztán persze a Dark Phoenix is szerintem jó lesz, ebből is kíváncsi leszek, hogy mit hoztak ki belőle. A Sherlock homoszot még nem láttam egyébként, de hamarosan pótolom. Nagyon kretén végjátékra sikeredett egyébként, úgyhogy előre szólok. A Sherlock holmes én se láttam, de én legjobban a természetesen a Marvel kapitányt várom, amikor még ugye Nick Fury nem szemmel felügyelte a világot, nem szemeivel felügyelte a világot, és egy ilyen kis fiatal ember volt. Szerintem abszolút jól eltalálták. Tényleg, ahogy bevillanások vannak, maga a mozdulatai, a ruházatai, a scrollok, mindent eltaláltak. Tehát nagyon oda tették magukat, iszonyatosan jó lesz. Majdnem ennyire oda tették magukat az űrdongónál is, tehát én nekem a két álca, a nagy kedvencem, a fülelő és a mennydörgő, az mind a kettőben van. Viszont ott azt azért vádom kev mégis mégiscsak azért egy MB film, Michael Bay, úgyhogy... Nem, 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 Max producerkedik, de nem ő rendezi. Én egy picit azért félek, tehát ahogy a Peti is mondta, hogy még az üzdongónak megmaradt a Michael Bay feje. Tehát én, én, én azt mondom, hogy amikor majd megnézem és kijövök a moziból, akkor fogok megnyugodni, hogy, 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 hogy nem volt benne békeze egyébként nem ö, üstökös a másik kedvenc Üstökös! hülye vagyok. Üstökös! Üstökös, bocsánat. Travis Knight fogja rendezni egyébként a filmet, csak itt így most gyorsan utána néztem. Uh, szóval azért reménykedhetünk benne, hogy, 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 legalább valami normális film kijön ebből. Ugye ő rendezte a Kubo és a Varázshúrokat, illetve a Doboztrollokat is, szóval az ilyen um, kicsikét elvont filmekhez volt eddig köze. Hát kíváncsian várjuk, hogy mit hoz ki a, 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 a Transformerek világából. Én látatlanban azt tudom mondani, hogy szerintem már jobb lesz, mint Michael Bay. Szóval, ha nem fog, felrobbanni ha nem fog minden, amire ránéznek a főszereplők, akkor szerintem már egy értékeltő filmet kapunk, úgyhogy én tényleg várom. Ami nekem így eszembe jutott, hogy Hollywood valami elképesztően módon elkezdte ezt a retro tolni. Tehát a 80-as, 90-es évek retrovonala az nagyon megy. Most nézzétek meg, a Dark Phoenix a 90-es évek elején játszódik. A Marvel kapitány 91-92 környékén játszódik. A 80-as évek végé játszódik az új Transformers film, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az új Wonder Woman meg 1984 be játszódik. Úgyhogy valamiért ez a 80-as, 90-es évek retrovonal ez valami elképesztően megy Hollywoodba. Hát kíváncsi vagyok, hogy ebből mit hoznak. Ki. Ez a vonal, ez mehet szerintem még jó sokáig, mert elég sok mindent lehet szerintem onnan tanulságul venni, meg elég jó sztorik is voltak. Nyilván nem vagyok annak a hívó, hogy mindent újra leforgassanak, de, de ez, a, ez a környezet, ez számomra mindenféleképpen kedves. Na de ennyit akkor a hírekről, és azt javaslom, hogy álljunk is neki a heti anyagnak, hiszen elképesztően sok film jött ki egyébként. Innen is puszítatjuk a, a, forgalmazókat, hiszen konkrétan hat filmnek volt a premierje ezen a héten. Ezeknek a nagy részét is hoztuk, plusz egy múlt heti filmet. Kezdjük is azzal, hogy Johnny English újra lecsappal. Hát igen, de kedvenc brit ügynökünk abban a kellemetlen szituációban találja magát, hogy a kis előkészítő iskolából, illetve a földről tanári állásából visszahívják, ugyanis az összes aktív titkos ügynöknek a személyazonosságát azt felfedik egy kibertámadás után, és hát a miniszterelnök visszahívja őt aktív szolgálatba, de ugye azt tudni kell Mr. English, hogy ő egy rettenetesen régi módi alak, aki ebben a digitális kütyükkel és internettel, és mobiltelefonnal, és személyes mesterséges intelligenciával megtüzdelt világon egy kicsit nehezen boldogul, de megpróbálja feltalálni magát a legjobb képességei szerint, ami sajnos... Igazán megy. Azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként ezt kettel láttuk az Ádival. Ahogy néztem így a, a, a kritikákat, tehát a földbe döngölték a filmet, ilyen 10-20 pontokat kaptak százból, meg, meg, mindenhol lehúzták. Nem tudom te, hogy voltál vele, de szerintem messze nem volt ennyire rossz ez a film, mint ahogy én itt a kritikákba értek. Én egy ilyen katasztrofálisan rossz filmre számítottam, de meg kell, hogy mondjam, azért nem azt mondom, hogy, hogy hülyére röhögtem magam, de azért voltak kellemes percé, azért nem éreztem olyan rosszul magamat ezen a filmen. Az a helyzet ezzel a film egyébként, hogy nagyon sokat merít de szerintem Mr. bean az alakjából, tehát már csak arra a tánc jelenetre, hogyha gondolsz, akkor szinte az egy az egyben Mr. Bean volt. De Rowan Atkinson én szerintem nagyon rossz filmeket nem tud csinálni, és azért voltak olyan végértékok, amik jobbnak, um, jobbnak akartak látszani, és aztán sokkal rosszabbul sültek el, mint ez és ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a film valóban nem volt annyira rossz. Tehát én abszolút megalapozatlannak tartom a kritikákat. Volt, amikor jókat röhögtem rajt, nem volt olyan igazán lapos része. Nyilván történet vezetésben és történetben szinte egy az egyben az első részt idézte. De mégis, mégis jó volt, és valahogy egy kerek egész, lehetett rajta nevetni, meg voltak a kis hogy mondjam, idióta dolgai, de igazából Johnny English-től, illetve a karakterétől nem is vártam volna mást. Neki minden evidens, neki minden minden uh, brit és minden rettentő gentleman-szerű, csak a uh, maga kicsit félnótás módján, és szerintem jól sikerült. Nem, nem, nem találtam egyébként nagy hibáját a filmnek, de Szerintem ez a kategória soha nem lesz olyan, ami, amire mondjuk egy IMDb 10 per adok. Tudod, hogy mi gondolkodtam? Hogy lehet, hogy ez a Rowan Atkinson humor, meg ez a Mr. Bean humor már egy kicsikét itt így megöregedett és kiment a, divatból, mert hogyha így belegondolsz, hogy azért a mi fiatal korunkban, amikor mi voltunk olyan tizenévesek, akkor azért egy gálvölgyi isó egy maksa híradó, egy szeszélyes évszakok, ez egy tök vicces dolog volt, és ott igazából az egyik legviccesebb dolog, amit a tévében nézhettél. Ha most azt leadnák, konkrétan Mindenkit ülne és nézne maga el, és valahogy szerintem a Mr. bean nel meg a Rowan Atkinson-nal is ez van, hogy ez a Mr. Bean humor ez 2018-ben nem tud akkorát átütni, Szóval aki szereti Rowan Atkinson humorát, az valószínűleg szerette a Johnny English filmeket is, meg ezt a filmet is, aki viszont nincs kibékőve a Rowan Atkinson-nal, egy kicsikét már az újabb generáció, aki mondjuk nem Mr. Bean-en nőtt fel, az nem szerette. És az egész egyszerűen most már ők vannak többségben. Ez az egész Johnny English, meg Mr. situ ez szerintem inkább egy ilyen vonal most már 2000 2018-ban, és azért van az, hogy ezeket a poénokat, amiket láttunk itt a filmben, mert valljuk be ezeket a dolgokat, ezeket már láttuk nem is egyszer. Szóval nagyon nem tudott újat mutatni a film, igazából egy random Mr. Bean részt beraksz, találni fogsz benne egy olyan poént, egy olyan jelenetet, ami mondjuk itt a John English 3-ban bent volt. És neked, nekem ez mondjuk jelent valamit, mert mondjuk kiskorodba te is gondolom nézted a Mr. Bint, akinek meg mondjuk igazából ez egy újfajta dolog, annak meg mondjuk már nem vicces, mert 2018-ban lehet, hogy ez már egy kicsikét megöregedett, ahogy megöregedett mondjuk a Gálvölgy is, ahogy megöregedett a Maksa Híradó, ahogy megöregedett a szeszélyes évszak. Úgyhogy nekem egy olyan érzésem volt, hogy ez a film, hogyha mondjuk a 90-es évekbe készül, akkor sokkal sikeresebb, és mondjuk akkor nem húzzák le ennyire ezek a, a kritikák. 2018-ban meg már egy kicsikét így igazából túlságosan is retrónak számít. Igen, de hozzá kell tenni, hogy a humor az egy olyan téma, amiben nagyon nehéz újat alkotni. És eleve már maga a film sem akart egyébként újat feltalálni, vagy feltalálni a spanyol viaszt. Egészen egyszerűen megragadta azt a formulát, ami az első részben működött, és azt 2018-ra átültetett. Tehát ebben sem, ebbe semmi meglepetés, semmi újdonság nem volt, de nem is vártad volna el tőle. Amit mondasz, azzal pedig tökéletesen egyet tudok érteni. Valahogy most tényleg ugyanazon a hullámhosszon voltunk Facebook tekintetében te megén, mert ez a humor, amit Rowan Atkinson megvalósít, és nem kizárólag a Johnny English filmekkel, hanem a Mr. Bean filmekkel, illetve sorozattal is, az mondjuk a 80-as, 90-es évek óta tettó pöcre ugyanaz. A másik dolog meg, hogy egyébként engem egy kicsit bántott is, hogy ennyire lehúzták azt a filmet, mert most legalább fél tucat olyan filmet tudok mondani, vígjátékot, ami rosszabb volt idén. Szóval nem értem ezt a földbe döngölést, amit ez a film kapott. Szóval nyugodtan el lehet menni rá a moziba, elszórakoztatja ezt az embert, másfél órára kikapcsol. Ne várjunk tőle semmi újdonságot ne gondoljuk azt, hogy bármi eredetiséget is kapni fogunk. Egy kedves kis sketch gyűjtemény, ami így az átlagnál nem rosszabb. Rowan Atkinson meg reméljük, hogy leszámolt a Johnny english meg a, meg a Mr. mert ahogy egyébként te is mondod, hogy ha valami újdonságba ő belevágna, valami olyat hozna, amit mondjuk még nem láttunk, mondjuk én egy ilyen fekete viperaszerű, fekete humorra gondolok, akkor egyébként az még tudna nagyot ütni, mert a Rowan Atkinson, amit egyébként te is mondtál, és amivel maximálisan egyetértek, ő még nem csinált szerintem rossz filmet, szóval neki még egy rossz filmjén, vagy egy közepes filmjén is tök jó lehet szórakozni és a Johnny English 3 szerintem ugyanilyen. Amúgy jó, hogy megemlítetted a, a fekete viperát, mert az a, az a karakter az egy picit talán kakuk az ő életében, de attól függetlenül ezt a két fajta karakter, tehát ez az ilyen egyedű, nagyon egyszerű, de magát többnek láttatni akaró karakter, ez nagyon működik nála, mert valahol a személyiség is ilyen, és az ember azt hinné, hogy Rowan Atkinson az a fajta ember, aki mondjuk egy kis smartot, vagy egy ilyen kis tipikus angol kisautót vezet, azt amikor meglátod, hogy kis egy, nem tudom, Aston Martinból, az, az, valahol egy olyan, nem is tudom, szatíra, vagy egy olyan jó iróniája az ő karakterének, amin, amin valahol megmosolyogsz, és ez egy kedves kis aranyos film, hogy nem vársz többet. Na, pontos, tök jól összefoglaltad. Szerintem egy kicsikét itt így uh, spoilereztek, hogy, hogy ugyanolyannak láttuk a filmet, de talán ugye az elmondásunkból is kiderül, hogy, hogy nagyon egy szinten láttuk a dolgot, úgyhogy mind a kettel hatost adtunk rá, hogyha igaz. Igen. Úgyhogy szerintem tudjuk ajánlani, igaz? Abszolút, abszolút. Tehát aki, aki egy hét -e hétvégi kis popcornos, természetesen majd, ha kijön DVD-re, kis, nem tudom, mézes kikapcsolódásra vágyik, annak ez egy tökéletes választás. Úgyhogy hajrá, hajrá. A következő filmet szerintem nem tudjuk ajánlani. Ezt a filmet is ketten láttuk, én és Vivi. Vivi legnagyobb bánatára. Ja, Isten. <há> é, nekem tönkre az ilyenekkel, ezt komolyan mondom és után kellett néznem valami jót. Annyira rossz. Nem mondtátok el a film címét. Ja, igen, 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 igen. igen, igen. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. A Viktor Krauliról van szó, hogyha valaki még nem tudná, bocsánat. Így a ja, film címe az lerallat. Ez a Viktor Krauli, vagy másnéven Bolta 4. Borzasztó. Szerintem mióta a podcast van, ez a legrosszabb. Én egyest adtam rá. De kerestem egy olyan gombot, ahol, hogy, hogy mínuszba menjek, de nem találtam. Én, én jobbnak láttam, én adtam rá egy erős kettest. Mondod. De, de majd el is mondom, hogy miért minden esetre. Nagy bából foglald már össze, el. hogy miről szól ez a film. De hát az az, hogy semmiről, úristen. Én megmondom őszintén, hogy csak az első baltát láttam, mert hogy ez már a negyedik része ennek a sorozatnak. Ugye, azt jól tudom. Csak ez most nem balta címmel jött ki, hanem Viktor Crowley. Csak az elsőt láttam, és az is hasonlóan mély nyomokat hagyott bennem, mint ez. És azért megfogadtam, hogy úristen, soha többet. Erre most hála Beninek, láthat ma a negyedik részét, de a köztelévők kimaradtak, úgyhogy végül is nekem nem is volt ismerős az egyik fő szereplő, Fickó, aki azt hiszem a második részbe jött be a sorozatba, a második, harmadikba benn volt, és ebbe folytatódik az ő története, hogy ő az egyik túlélő, aki így próbál ezután megélni, könyvet ad ki az esetről, meg mit tudom én, és hogy egy riport miatt most vissza kéne mennie a mocsárba, és a Mocsár fölött persze lezuhana a kis repülőjük, és ott van véletlen egy csapat, Tini is, akik meg erről akarnak filmet forgatni, és újra megidézik Victor crowley és akkor ezt meg elkezdődik gyilkolászni. Nagyjából szerintem ennyi. <laughs> Semmiről nem szól, és tényleg nagyon borzasztó. És akkor olvastam ilyeneket, de ezt tényleg nem tudjátok felfogni, mennyire rossz. Úgyhogy olvastam ilyeneket, hogy Victor Crowley olyan horror ikon lett, mint Jason Voorhees, meg Michael Myers, meg Freddy Krüge, és mondtam, hogy nem. Tehát, hogy úristen, majd Benny biztos elmondja, hogy ez direkt ilyen rossz, de szerintem az sementség. mentség. Tehát ne csináljanak semmit ilyenre, inkább komolyan, nem tudom, ússzanak, sportoljanak, de ne filmet rendezzenek, aki csak ilyet tud. Nem, tényleg szar volt egyébként. Mondom, én is kettest adtam rá tízből, úgyhogy nagyon nem volt jó. Annyit azért itt így, amit elmondtál ahhoz hozzátennék, hogy a Perisén, akiről beszélsz, ő az első baltába is játszott, az ott az es... elhalálozott, ugye ő volt az a túravezetős srác az első részben, akit nagyon gyorsan kinyírtak, aztán a második részben egy másik karaktert játszva visszahozták. De az a közös ezekben a filmekben, hogy ő mindegyikben benne volt. Én amikor láttam a filmet, akkor nem tudtam, hogy ez a balta című remek műnek a negyedik folytatása. Így hát megnéztem az elsőt, és most ezért utálni fogsz, de az első rész azt szerintem egy teljesen korrekt ilyen kis B-filmes poén volt, ami igazából jó pofára sikeredett a maga nemében. Egyfajta ilyen kifigurázása volt a horroroknak, amiben azért a nagyörök horror szereplők is, mint a Robert Englund is szerepeltek. Szar volt, de viccesen szar. Na ezek után estem neki a Viktor Kraulinak, és gyerekek, ez valami borzalmas volt. Ez is B-film, sőt, Z, de Z. ennek semmi bája, semmi poén faktora nincs. Ez az egész egy akkora szar, hogy arra egyszerűen szavak nincsenek. Mindjárt megrúgdassam a filmet, de előbb hadd mondjam el, hogy a filmnek Angliában a londoni Fright Festen volt a világ premierje, és a filmet, Vivi, most kapaszkodj meg, álló ováció fogadta a vetítés után. Én most csak megnéztem, <laughs> hogy milyen a fogadtatása, és, és láttam, hogy 50-60 százalékokon áll így a mérlege, vagy még jobban is, és már Aha. ezzel is rosszul voltam. Mert én tudom, el tudom fogadni, ha valami, valami trash, de, de szerintem azért azt is meg lehetne ennél jobban csinálni. például hogy, hogy, akkor tényleg vegyük humorosra, mint például, jaj, most nem fog eszembe jutni a neve, de például ilyesmi ez a haláli hullák hajnala is, vagy de én nem erre gondoltam, hanem... Hm, ja, tudom, tudom, meghallnak. tudom, 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 a trancsírák. Na, szóval hogy a trancírek is ilyen trash, mert abban is úristen olyan halálok vannak, de ez vicces. Azt tudom szeretni, ezt meg csak gyűlölni tudom. Tehát így a film közben Szerintem percenként tudtam volna a Beninek írni, hogy mi történik, és csak így a akkor a végén nem bírtam neki, és így írtam neki, hogy, hogy egy ember karját nem lehet így letépni, és akkor visszaírt, hogy komolyan neked ez a legnagyobb problémád, és nem, mert azt kívánom, hogy bárcsak mindenki meghalna benne. Hát a De... legjobb az, szerinted nem, ahogyan megidézik, tehát a Youtube videóval. <coughs> Youtube videó, megnézik, hogy hogy kell kimondani a szertartást, és ezzel meg is idézik. <coughs> mm, mondom, köszi, akkor De... hajrá modern idők. De én azt, azt nem a... értem, hogy basszus, komolyan ezt a filmet állóváció fogadta, és a Rob Zombie, akinek azért számtalan kultikus horrorat köszönhetünk, azt mondta, hogy kultfilm született, szóval mi a én azon nem hittem el. el. Retardáltak küldtek a moziba, vagy esetleg vakoknak vetítették a filmet, vagy milyen a lónak a faszát néztek ezek, mert ez a film olyan szinten mocsok, hogy konkrétan szerintem a celluloidot, amire leforgatták, azt el kéne tüzelni. A színészek azok nem színészek, hanem ilyen random emberek, akik random oda nem illő dolgokat csinálnak a képernyőn, és harsányan visítanak mindenre. Annyira idegesítőek a karakterek, hogy szinte könyörögtem, hogy nyírják ki őket. Az első jelenetben bemutatnak egy nőt, akit másfél perc után é, azt mondtam, sok. hogy baszki komolyan vágj egy baltát a fejébe, vagy esküszöm, én keresem meg, és én fogom elintézni. Annyira idegesített minden De szereplő, hogy hihetetlen. Az. Igen. Ráadásul rohadt unalmas a film. 40 perc, mire történik valami. Utána lezuhan a gép, és nem történik semmi, hanem idióták beszélgetnek a hülyeségekről. Értem én, hogy mi volt a cím, hogy ilyen görbe tükör legyen ez a horrorfilmeknek. A halálokat azokat viccesen túlzón akarták bemutatni, a szereplőknek a hülyeségét meg eltúlozni. Szóval értem én ezt a célt, de egyszerűen, hogyha szara rendező, az operatőr amatőr, ha nincs pénzed forgatni csak egy 20x20-as kis területen, ha a forgatókönyvben nincsenek normális dialógusok, és a színészek is olyanok, mint pár agyatlan zombi, akkor annak nagyon rossz vége lesz, és ez volt ennél a film is. Én azon akadtam ki, hogy egy 303 as területen forgattak minden szóval. A nagyinak a, nagy a kertjét itt így sötétbe elkezdték venni, és ott forgott a film, szóval az, hogy elmeneküljenek valahova, nem, mert inkább mennek egy kört. Szóval ez a film ez annyira mocsok, hogy ez valami szavak nincsenek rá. Én az első részt is tudod, hogy néztem meg, hogy volt egy ilyen, hát egy ilyen elég elborult egy hetem, vagy kettő, hogy így új én horrort akarok nézni, és megnéztem az összeset, amit imádok, de még, még mindig bennem volt ez az érzés, és akkor elkezdtem nézelődni, hogy jó, biztos találok valamit, és akkor megtaláltam, a, megtaláltam ezt a csodát, a baltát, és megnéztem, rosszul lettem, és abba hagytam a horrorfilm nézést akkor egy időre. Én és... szerintem az még mindig az vicces. Én az, no, az van, elsőt a szívből szóval... tudom ajánlani, egy hatost adtam rá, mert de... tök jókat röhögtem rajta. De emlékszem, múltkor pont a halloween kiadás miatt beszélgettünk horrorokról, és valamelyik nem, másik nem jutott eszembe a címe, és akkor mondtam, hogy a balta? Azt rajtam, hogy nem. És erre rá egy hétre meg jön ez. Én a volt a négy. Na megígértem, hogy ő ő elmondom, miért adtam én rá kettest. Az a helyzet, hogy ugye volt egy olyan rész, amire én annyit röhögtem meg kávé, annyit itt egy visszahajtottam, mert egyébként Amerikában ez már megjelent, úgyhogy DVD-n is kapni lehet, csak limitáltan bemutatták pár magyarországi moziban. Egyébként több moziban mutatták be, mint mondjuk a Horror Festet, úgyhogy ez egy vicces dolog. Na, De egy... ezt vetítik? Igen, igen, igen. igen. Nálatok is Pesten is. hat moziba is ment a film ezen a héten folyamatosan minden nap, úgyhogy... És, és az a durva egyébként, hogy van ennek nézőserege, szóval ennek annyira kultusza van ennek a filmnek, hogy valamiért a mai napig itt nagyon sokan megnézik. Na, de azért nem adtam rá egyest, mert vannak annyira eltúlzottan vicces halálok, hogy azon egyszerűen rögnöm kellett. Szóval az a jelenet, amikor és, és most figyeljetek, srácok, ezt nektek is mondom. Letépi egy csaj kezét, azt feldugja a nemi szervén keresztül, és kihúzza a torkánát, úgyhogy a nő szorítja a telefonját, ami közben csörök. És szóval... működik is. És működik is, és utána még telefonálnak rajta. Igen, ekkora baromság ez a film. Meg még egy jót el tudok róla mondani az, hogy rövid. Szóval egy óra, 15 perc. Nem, ez nem rövid. Ez életem hosszabb egy óra, 15 perc -e volt. Ja, de... Részletben. Jó hír az egyébként, hogy készül a folytatás, amit szerintem nézze meg az, akinek két anyja van. Én de nagyon figyelj, nem, nem figyelj, vagyok hajlandó. Hogy velem Biztos vagyok benne, hogy ez vagy valamilyen szivató hétvége, hogy Bifi, meg kéne nézni. Ez <laughs> nem fontos ez ezzel kötelező. ja, hát ez akkora stressz. Hát, ha vagy... csatlakoztok, tehát ezen nem kell félni, ezt nyugodtan megnézhetitek. Jaj, nagyon beteg, nagyon, nagyon rossz. beteg. És, és, én ezt tényleg senkinek nem tudom ajánlani. Komolyan, ennél, ennél bármi jobb időtöltés, mint ezt megnézni. Na, ez mondjuk egy eltúlzott dolog volt, mivel volt még egy film, amit meg kellett, hogy nézzünk a moziban, ezt hárman láttuk, Boki, Ádám és Jó magam, ez volt Én a napszálta. Annyira ami... kíváncsi vagyok, hogy mit mondatok, mert Beni nekem mesélt egy történetet. Én most feltűröm az ujjamon az inget, hátradőlök és készülök arra, hogy itt így lecsapjak, előtte azért meg Boki így kicsiket simogatni fogja szerintem a filmet érdemtelen behalangozása a filmnek, tehát nem még volt méltó hozzá. Kicsit készülök, mert igen, igen, ahogy így hallom, nekem itt sok dolgom lesz ma este. Na, ugye Nemes László új filmjéről beszélünk, übel konzervatív vagyok, mint maga a film egy-két része. Tehát Nemes László új filmjéről beszélünk. Most a holokausznál is visszament, már mint időben, konkrétan 1913 ban járunk, méghozzá az oszták-magyar monarhiába Budapesten. Ugye ez az oszták-magyar monarchia vég napjaihoz közeledünk, és hát jön nem sokára a világháború is, mint majd a film végén azt látni fogjuk. De a film egy kevésbé izgalmas témát választott. Egy Lejter Iris nevű hölgy tér vissza Budapestre, akinek a szülei mielőtt elhunytak egy kalapszalont vezettek, és az új tulajdonosnál, Brill oscar kér munkát. Igazából még ez se a sztori lényege, hanem ahogy Iris rájön, hogy van egy bátyja, és miközben keresi, aközben derül ki, hogy hogy, hát nem is annyira szép és uh, csupa móka és kacagás itt ezen a csodás világvárosban, mint ahogy első ránézésre tűnik. Hát igen, én abszolút megértem, hogy, 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 ez egy nehéz film, és abszolút megértem Benit is, meg Ádit is, de, de én nem tudok ennyire negatív lenni. Én, én átlagnál azért jobbat adtam rá. Van benne nagyon sok pozitívum, szerintem ezen azért nem tudunk vitázni, mert tényleg egy-két pozitívumról már beszéltünk, amit ugye ti is elismertetek. Vannak hibái, mindenképpen én talán a legnagyobb hibájának azt láttam, hogy mennyire működik az, hogy nagyon kis morzsákat adott a film így info gyanánt, és, és azt is tényleg úgy kellett előszakosan összeszedni. Tehát néha az, hogy beszél két szereplő, és a háttérbe is megy egy beszélgetés, és az adja az info. És, és sok dologra tényleg csak így késő lehet rájönni. Itt szerintem az a kérdés, hogy ez mennyire működhet, hogy, hogy a végén kapjuk meg ezt, ezeket az információkat, mármint egy jó részét. Mi van, ha addig a néző azt mondja, hogy hát nekem ebbe, ebbe, elegem van, és a francba én hazamegyek, vagy, vagy alapból olyan lesz a hangulata, hogy már nem tudja olyan jó szívvel nézni. Én nekem volt egy ilyen pillanatom a film felénél, de, de aztán visszalángatott, visszalángatott, megmondom őszintén, de, de gondolom most, 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 jön majd a lehúdogás, de majd, majd visszavágok, addig gyűjtök egy kis előtt. Mielőtt még bármilyen így értékelésbe belefognék, Ádi, Léci, oszd meg velünk, hogy mi történt veled a mozi közben. <laughs> Nem feltétlenül magának a mozinak Köszönhető egyébként, de azt de Azért annak is, is. <laughs> hát jó, Igen, annak is Valahol köszönhető, hát Letörött a fogamból egy darab Annyira, hogy mondjam, rágtam csikorgattam, igazából nem tudtam magam, amit kezdeni a film során. Úgyhogy elég, elég kellemetlen élményt hagyott bennem ez a, ez a, film. Már csak ilyen szempontból is. Én nagyon úgy éreztem egyébként, hogy ez a film, ez, ez nagyon elengedte a néző kezét, és egy idő után pedig elvesztette a közönségét. Szóval próbálkoztam egy darabig megérteni, hogy mégis mit látok, hogy mégis miről szól a film, aztán szépen feladtam. Eleinte izgalmas és érdekes, hogy ennyire nem tudsz semmit. Így próbálod kibogozni a szálakat, később azonban ez az egész információ jó hiány, ez egész egyszerűen irritáló és nevetséges lesz. Amikor Iris körülbelül a huszadik kérdésére nem kap érdemi választ senkitől, de tényleg senkitől és semmire, akkor konkrétan már röhögtünk. De nem csak mi. Ebben a filmben senki nem válaszol semmire. Bárki bármit kérdez, arra nem jön válasz a végén már komolyan ez, ezzel röhögtünk. Ivós játéknak tökéletes ez a film. Ha van egy kérdés, amire nem hajlandó válaszolni, akivel beszélget, akkor áll egyet. Olyan szinten be fogsz baszni tőle, hogy azt hát, szavak nincsenek. Folyamatosan olyan dialógusokat hallunk, ahol az egyik szereplő kérdez valamit a másiktól, de mintha kötelező lenne válasz előtt kilibbenni a színről, vagy nem válaszolni. Az a gond, hogy egyébként a cselekmény is rohadt sovány, és nem ad kapaszkodót. Esküszöm a vége felé, már hangosan fel akartam kiáltani a terem közepén, hogy válaszolj már neki, bazd meg. Semmi bajom nincs azzal, hogy egy film az nem rága nézők szájába mindent, de azzal már annál inkább, hogy a forgatókönyv az hemzseg a logikátlanságoktól és a hülyeségektől. A napszállta pedig ez utóbbi. Annyira hülye a hogy konkrétan ez a film egy értelmezhetetlen káosz. Nem várom el, hogy a számba a dolgokat, de azt igen, hogy legalább sejtessen. Legalább adjon egy kis kapaszkodót a film. Másrészt a végére már az önmaga paródiája lett. Iris folyamatosan kutakodik. A filmbe bárkivel találkozott, állandóan elzavarták. De mindig minden honnan. Amikor meg sikerült odáig eljutnia, hogy végre megtudjon valamit, akkor fogja magát és meggondolja magát, és elkezd visszafutni. Megérkezik a kalapboltba, ahol meg beállítják dolgozni. És baszki, ez annyiszor és olyan zavarú mennyiségben el van játszva, hogy a végén már konkrétan ezen is csak sírva röhögtem, hogy mondom, fogadjunk, hogy visszafordul, és beállítják dolgozni. És baszd meg, ez történt. Végig nem értettem, hogy mégis miről van szó. Ki miért gyújtana fel egy kalapüzletet? Miért lövöldöznek? Hogy, hogy mit keres ez a csaj a világháborúban. Olyan, mint amikor, és szerintem annyira nagyon leírja ezt a helyzetet, az egyik komment között olvastam, hogy olyan ez, amikor lemaradsz egy több részes filmnek az első részéről, csak a második részt kezded el nézni, és nem érted, hogy mi történik, hogy ki kivel van, mit miért csinál, és velem is ez volt, hogy nem értettem néha, hogy mit látok, hogy basszus, valami információ nekem hiányzott ehhez a filmhez. Ebben is egyet tudok érteni, de így az azóta a párommal, akivel ugye megnéztük ezt a filmet, Arról, hogy neki milyen benyomásai voltak róla, és ugye egy egészen más filmet nézett, egy egészen más attitűdöt élt át így a mozival kapcsolatban, mert... Ő például nagyon élvezte. Tehát neki nagyon tetszett az, hogy minden. Nem volt a filmben sok párbeszéd, hogy ezt tudjuk. Körülbelül egy, egy olyan egyes oldalon elférne az egész dialógus. Viszont mégis minden egyes kis apró szóra, megjegyzésre figyelmet kell és összpontosítanod kell ahhoz, hogy, hogy előre haladjon számodra a cselekmény. És egyébként szerintem a filmnek az egyik legnagyobb problémája az az, hogy a film cselekményét előrevívő párbeszédek, azok javarészt a háttérben zajlanak, nem a szemed előtt, amitől pont egy fordított gondolkodást kell valahogy így meg, meghonosítanod magadban, mert máskülönben nem, 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 Érted azt, hogy miről van szó? És is tökéletesen egyetértek abban, hogy egyrészt csapongó volt, másrészt nem ismerted meg, és ez az analógia, amit mondtál, hogy mintha a harmadik vagy negyedik résztől kapcsolódtál volna be egy több részes sorozatba, ez egyébként nekem teljesen megállja a helyét. Viszont azt is ki kell jelentenünk, hogy én szerintem nem feltétlenül mi vagyunk az a célközönség, aki ezt a filmet igazán értékelni tudja, ugyanakkor még ennek tekintetében is egy hatalmas bátorságra val az én szemszögemből nem az alkotása, hogy ezt a forgatni, és én ezt mondtam már a film után is, hogy én nem, nem, nem értem azt, hogy egy ilyen filmtől hogy lehet azt elvárni, hogy visszahozza a produkciós költségeket, és még ráadásul uh, nyers is rajta. Mert ugye kb. 9 millió euróról beszélünk, nagy pénz, nagy összegről beszélünk, és azt el kell ismerni, hogy nagyon szépek voltak a díszletek, nagyon szépek voltak a ruhák, viszont kb. ki az amit én előnyére tudnék fordítani, mert hosszú volt, nagyon-nagyon hosszú volt, Uh, és főleg egy olyan filmnél, ami egy nagyon szűk uh, nézőközönségnek van feltállalva, ez is tárcán, hozzáteszem. Még nekik is szerintem valahol elrettentő az a két és fél óra, két és három edd óra, ameddig a film tart. Tehát ennyi időben valamit el kell mondanod is. És én úgy jöttem ki a filmből, hogy nem, nem adott hozzá semmit az én életemhez, nem uh, vettem ki belőle semmi újat, hanem egészen egyszerűen csak elvett az életemből két és fél órát, amit nem hoz vissza már semmi. Hát szembe kell szálljak veletek. <laughs> Igen, tehát ezt mondtam, hogy azért pozitívot mindenki fog találni, még ti is, hogy én is egyébként itt pont erre gondoltam, hogy gyönyörűek voltak a díszletek és a jelmezek. Tehát tényleg ott voltunk 1913 osztrák magyar a Budapest. Én azért ennél több pozitívumot is találtam benne. Hát konkrétan ez az, amit mondtam, hogy kérdés az, hogy a néző meg fogja válni és nem húzza el föl magát, és azt mondja, hogy attól se fogja ezt nézni. Na most, hát én úgy látom, hogy lehet, hogy ti idő előtt feladtátok. Tehát amiket például beni kérdéseket föltettél, én azokra tudom a választ. Tehát ez a miért gyújtották fel a kalapszalont, miért levöldöznek, stb. Meg lehetett ezt találni. Az tény, hogy mocsok nehéz volt. <laughs> ö, és amit ugye már az Ádi is, meg én is említettem, hogy például ezek a háttérben történő ö, beszélgetések adják az útmutatást. Ez, ö, tehát alapból a film a Saul fiához hasonlóan, ugye Iris hát, szemszögéből történik az egész, Konkrétan ott van a kamera a vállán, és megy vele. És ö, ö, tény, hogy amikor te csinálsz valamit, akkor nem biztos, hogy ott mindenki a szárba lágja, hogy igen, most itt egy info, nem lehet, hogy ott pontot beszélgetnek valamit, azt vagy meghallod, vagy nem. Tehát van ilyen. Tehát szerintem ez, ez például pozitív volt. Abba egyetértek az állival, hogy tényleg egy nagyon merész vállalkozás volt, és tényleg ennek a filmnek kis közönsége lesz, de, de szerintem attól azért távol van, hogy, hogy, hogy lehetetlen lenne megtudni a kérdésekre a választ. Tehát ő, mondtátok ugye, hogy nem kap választ a kérdéseire, és, és erre is ugye viszont volt olyan is, hogy kevés a kommunikáció. Tehát nekem azt például külön tetszett, hogy jobban kommunikáltak inkább mimikával, arcjátékkal, testjátékkal, mint, mint szavakkal. Tehát nekem nekem például ez is bejött. Nincs bent kommunikáció, szóval. Van, ö, bocsánat, aleinte, eleinte az, hogy két bent. ember, na ezt mondom, hogy nincs beszélgetés, szóval valamilyen szinten azt azért adjuk meg, hogy nem reális ez az egész szó. Szóval két ember, amikor elkezd beszélgetni, és konkrétan itt így mondja a válaszokat, a dolgot, és, és vagy, vagy próbál valamit kérdezni, beszél a másik emberhez, a másik ember meg, mint hogy ott se lenne, elfordul és elmegy, vagy teljesen másra válaszol. Szóval, hogy itt így megkérdezem, hogy milyen az idő Zoltán? És akkor te meg azt válaszolod, hogy a bicikli sárga színű, nem, és ki lukadva a kereke. Körülbelül ilyen? ilyen nem, de volt, a... de de, nagyon de, erős túlzás. de, erős túlzás, de nagyon sok ilyen párbeszéd volt, hogy mondod valakit hát, valaki, valaki meg egy teljesen más dolgot elkezdett mondani, vagy nem válaszolt, amikor a csaj oda megy a többi lányhoz, hogy hova mentek, hova mentek, hova mentek, hova mentek, és senki nem válaszol, csak néz ki a fejéből, vagy 86-szor megkérdezte a főnökét is, hogy mi történt, vagy a másik kisgyereket is, hogy mi történt, és hát de... ö, mondd el, mi történt, vissza tudod hozni. És ott már fogtam a fejemet, hogy gyereket, egyszer válaszoljon valaki, de... és hogyha egy normális válasz lett volna, akkor lehet, hogy már nem utálom ennyire ezt a filmet. Bocsásszok, de... még, még én is hadd be itt egy dologra, hogy ugye... Oki okay, azt mondtad, hogy a, a mimikával játszottak, de az, én, én nem tudom, tehát én próbálom visz, próbálok visszaemlékezni arra, hogy a filmben milyen olyan mimika volt, vagy ami, amit le vagy érzelem az arcokról. Igen, érzelem, de ott volt Zelmának a karaktere, ugye Dobos Evelynnek az alakítása. Végig ugyanazt a uh, kicsit főnökies arctechnikát uh, arc technikát alkalmaztam, amit érzelmet nem láttam. Ott volt az uh, Brill ugye Vlad Ivanovnak az alakítása. Detto ugyanaz a merev, uh, ki centizet arcjáték. És ugyanez volt igaz a főszereplőre is, ugye a az arcjátékára, az egyetlen, akinek egyébként tetszett az alakítása, ami körülbelül kettő percig tartott, és kizárólag a film elejére volt jellemző, az nem más volt, mint Gáspár, ugye az őrült kocsis, amikor megpróbálta megerőszakolni, vagy, vagy elrabolni, nem tudom, a főszereplőt. Az a, az a rész, az azt mondom, hogy nem súrolta már már-már majdnem a, a, az alakítás vagy a jelenetnek a határát. De az összes többi, ami a filmben volt, hát ez kb. olyan volt, mint hogyha random idegen emberek egy könyvet előadtak volna csak éppenséggel mindenfajta fajta allőr és minden, minden, játék nélkül. Tehát a lélek hiányzott nekem ebből a film. Akkor sorba szépen, sorba. Tehát, hogy ugye a Benny, hogy miért nem kapott választ, hát ő egy kitaszított volt. Tehát ő, őre úgy néztek, mint a leplásra. Szándékosan nem válaszoltak neki, szándékosan nem akartak, meg hát ő a bátyjáról kérdezett, ami ugye egy tabu téma volt. Tehát, ha én is egy tabu témáról kérdezgetek, ő, akkor, és akkor itt visszajött ez a merevurvariasság, hogy nem elkül beküldték a picsába. nem azt mondták neki, hogy fejezd már a bete bűrös lotyó, hanem egyszerűen nem vettek róla tudomást. Tehát ez egy tabu téma volt, amikor a bátyját fölhozta. Boki, de oké, okay, én ezt megértem. Ha ez előfordul ötször egy filmbe, azzal nincsen problémám. De amikor egy két és fél órás filmbe körülbelül 25-ször megtörténik ugyanez, az már átmegy a vicc kategóriába. De mi, 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 mi mit vártál, hogy hatott szóda már, akkor ez a tabu nem lesz tabu téma? Tehát... Nem a tabu, nem, a tabu téma, de nem, nem csak a testvéréről kérdezgetett, hanem bármilyen normális dolgokról, és minthogyha hogyha. Mi, mondjam, nem is tudom... dolgot, ami nem tabu téma volt. Hova mentek? A, 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 várjá, a csajok leplásként kezelték szó szerint ezt az ívist. Tehát most, hogyha biztos, hogy van olyan, akit te nem nagyon kedvelsz. Ha ő megkérdezi, hogy Beni, hova mész, és a kérdésében Boki, akkor is az a helyzet, hogy körülbelül 47 olyan dolog volt, amikor a nő próbált bármiről beszélni, de nem csak a nő, bárki, aki kérdezett ebbe a filmbe, normális válasz nem érkezett. Érted? Komolyan, tényleg komolyan mondtam ezt az ivós játékot, próbáljátok ki. Mocsok részegek lesztek a film végére, mert ebbe a filmbe senki nem válaszol. És tovább megyek, nem csak én látom így, elolvastam legalább 30 kritikát erről a filmről, mindenhol azt emelik ki, hogy baszki, ilyen a valóságban nincsen. Érted? Egyértelmű, hogy ez nem egy közönségfilm, meg egyértelmű, hogy nem is egy életrajzi film, nem is egy igaz történetet dolgoz föl. Tehát ilyen a valóságban nincs jó. De ez az, az, itt találjuk, köszönöm, találjuk. itt elmondtad a, elmondtad a lényeget, ilyen a valóságban de nincs. Én ezzel nem értek egyet egyébként. Tehát én be tudtam helyezni, de azért mondtam neked ilyen példákat, hogy akár veled is megtörténhet, amikor megkérdezi egy általad utált ember, hogy hova mész Beni. Zárójelbe hadd menjek veled bulizni, és akkor nyilván nem fogsz neki semmit mondani, hanem ott hagyod. De Vagy nem, csak ilyen, beszélgetések, adott. de nem csak ilyen beszélgetések voltak, hanem 80, és nem csak olyanokkal, szóval nem csak azokkal beszélgetett, hanem elment oda a mucsaröcsögei falura, ott is próbált beszélgetni normális dolgokról, bármiről, de semmi válasz nem érkezett. És még egyszer mondom, hogy egy ideig ez nem zavar. De egy idő után, amikor semmire nem kap választ, illetve amikor föltesz egy kérdést, és most lehet, hogy eltúlzom, és igen, nyilvánvalóan direkt eltúlzom, csak hogy érezzék a hallgatók is, hogy mennyire hülye párbeszélek vannak benne, hogy, hogyha valaki megkérdezi, hogy milyen az, milyen, kék az ég, sárga bicikli, és le van eresztve a vizéjét. Szóval ilyen szintű párbeszédek voltak, és egyszerűen a fejemet vertem a falba, hogy baszki, én ezt nem, ne, nem, hiszem el. És még egyszer ez volt a bajom, hogy, hogy, ez nem reális. Az emberek nem így beszélgetnek egymással, mint ahogy ez a nő próbált itt így bárkivel interakcióra lépni. Ettől függetlenül hozzám átjöttek a kérdései, a válaszok, és szerintem a nőnek magának is szép lassan, bár neki jó, nekem pont az idegesített, hogy neki kicsit lassabban estek le a dolgok. És tovább a dologhoz, hogy itt, amit említettél, neked minden kérdésre megadott a Választ. Ezekre a kérdésekre a film maga nem ad választ, csak még azt sem mondom, hogy sejtett, mert, mert azt mondom, hogy akkor legalább valami kapaszkodót tudna adni, hanem rád bízza azt, hogy te magad milyen választ adsz ezekre a kérdésekre. De ahány néző, annyi válasz van ezekre a kérdésekre, mert tegnap, amikor beszélgettünk Ádámnak a barátnőjével, ő is adott válaszokat ezekre a kérdésekre, amikre egyébként te is, de merően más válaszokat adott, mert neki ez a film más jelentett. És várj. nekem itt van a problémám, hogy egyébként, hogyha megkérdezném a Nemes Jeles Lászlót, vagy mondjuk a két forgatókönyvírót, hogy na, öreg, mondjátok el akkor, hogy mi a válasz ezekre a kérdésekre, amiket a film után feltettünk. Én nem vagyok benne biztos, hogy ők tudnának válaszolni ezekre a kérdésekre. Szerintem ők direkt készítettek egy olyan filmet, ami egyébként mindenkinek mást jelent, amiben mindenki beleláthat mindent, mert azt gondolták, hogy fudemeta lesz, fudemeta lesz, hogy mindenkinek mást jelent a dolog és nem vagyok benne meggyőződve, hogy a nemes László meg a két forgatókönyvíró ezekre a válaszokra kielőgítően tudná azt mondani, hogy igen, ez ezért, ez azért, az am azért, és szerintem ez baj. Nem tudom, szerintem az ember, tehát az, hogy mennyire szépen fejlődött a Budapest, és mennyire tündöklő, mennyire csillogó, épül, szépül, mindenki csili vilibe van, és közben mennyire romlott az ember, nekem ez abszolút átjött, és például ugye múltkor, amit beszéltünk, hogy, mert hogy nem tudott választ, vagy hogy nem adott választ, hát hogy, mert hogy mit, csinálta, mit csináltak a csajokkal ott a hercegnél, hát szerintem az egy válasz, hogy ott vagy csajként, és elindul felé öt kanos öregember, hát vajon mit szeretnének? Hát Jó, értelmű... Boki, akkor, akkor kérdezem, hogy ott akkor kanos öregek azok megerőszakolták, önöket szexuálisan kihasználták, é, vagy igen, netán, igen. bocsánat, bocsánat, hadd mondjam, vagy netán bevitték egy kínzókamrába, ahol különböző késekkel kínozták, vagy mondjuk forró izével az arcukat ö, ö, megégették, mint ahogyan annak a csajnak. Egy ilyen motelszerű ö, kínzókamra volt az, vagy pedig egy ilyen szexuális kielégítő dolog. A, Nem tudod, Boki nem tudod százszázalékosan azt mondani, hogy igazából az öregek semmi más nem csináltak, csak szexeltek, mert nem tudod. Lehet, hogy egyébként az egy kínzókamra volt, lehet, hogy csak szexeltek vele, lehet, hogy egyébként csak annyit akartak a nőtől, hogy mit tudom én, mezitláb járkáljon az ő, ő, testükön. Nem tudod, és nem tudod százszázalékosan azt mondani, hogy de Beni, ez csak egy, ez csak egy izé szexuális dolog lett volna. Mert nem tudod azt, hogy egyébként ott úgy kínozták-e a nőket, vagy egyébként nem csináltak velük semmit. Nem tudod a választ rá. És hiába mondod azt, hogy de igen, Mert te is csak azt tudod, hogy neked ezt jelentette, vagy szerinted ezt hát, jelentette. Ez minden Nem van. minden filmnél így van. Nem minden filmnél így van. Mert ott ezt meg lehetett volna úgy csinálni, hogy a csaj, amikor elfut, akkor a kamera egy kicsikét odafordul, és a bezárt ajtón keresztül mondjuk mutat egy ilyen megvetett ágyat, aminek a végén szíjak vannak, és akkor azt tud mondani, hogy na baseunk meg akarták erőszakolni. De konkrétan, mielőtt bármi történhetett volna, és bármiről, amiről sejthetted volna, hogy mi lesz itt, elment a csaj, és, és ott maradtál, hogy. Jó, láttad, hogy öreg emberek mennek felé, mezít láb, és akarnak tőle valamit, de hogy aztán őt megkínozni akarták, megölni, megdugni, bármi, azt egyikünk se tudja azt mondani százszázalékos bizonyossággal, hogy de igen ez. És ebbe szerintem egyetérthetünk. Jó, nekem száz százalékig ezt jelentette. De Én... nem, nem, neked ezt jelentette. Szerintem tegye, egyszer nem egyértelmű volt. De ne, nem egyértelmű volt. Nekem nem tudod volt? ezt, de nem, Most nem. nem. Mondjak? Most, neked tudjam? volt az, a film. Nekem egyértelmű volt. A a film nem mutat semmit, amiről te azt tudod mondani, hogy igen, ez csak szex lett volna, vagy igen, ez szex lett volna. Semmi olyat, mert te is csak azt mondod, hogy hát vén öreg emberek mentek felé kéjes képpel, hát mi mást akarhatnának. Most mondtam neked négy dolgot, amit még akarhattak volna. De oda nem utalt a film. Miért nem? Ott volt a csaj, szétszabdalt, szétégette tarccal. Honnan tudod, egy... hogy egyébként ez nem egy kínzókamra volt ott bent? Mert ő volt az egyetlen olyan, ez ugye el is. Nem, ezt se, ez se tudjuk, ezt se tudjuk. Hol van a, a több? Nem, Oszkár. ott van, ott van. Yeah. Jaj, és most hadd jöjjek azzal, amit a Boki mondott nekem egy páradással korábban, hogy van egy karakter, aki mondott valamit, és nem hazudott. Jogon, wow! Az annyira tudtam, annyira tudtam, hogy ez felfogott. Annyit látunk elemen. csak, hogy ott vannak azoknak a nőknek a kirakott képe, akiket soha többet nem láttunk. Honnan tudod, hogy őket nem gyilkolják le abba a szobába? Honnan tudod, hogy nem kínozzák őket szarra? És még egyszer mondom, hogy nem tudod százszázalékosan azt mondani, hogy de igen. Csak azt tudod mondani, hogy én úgy gondolom. Érted? Az a baj, hogy de az előttelévő jelenetben tehát ami magát az elkészült a szoba uram jelenetet e, megelőzi, e, amikor a kalapokat próbálgatják a csajon. Tehát mar, már maga valahol az annyira pervers, hogy e, ki tudnám nézni azt, ezekből az urakból, idézőjelben, hogy, hogy ott nem pusztán csak egy, egy erőszak történik. Igen. De, de annak ellenére meg nem merek belegondolni többet, tudod? Mert, mert az már valahol azt jelenteni, hogy Jézusom, micsoda piszkos fantázián van, de, 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 de fel, el tudom képzelni egyébként igen ezekről, hogy ennyire szadista állatok, hogy, hogy ezek, ezek abban lelik örömüket, vagy ha már abban lelik örömüket, hogy egy szerencsétlen lányon próbálgatnak különböző női kalapokat, mert mezitláb járkának egy paromi nagy teremben, akkor, akkor mit művelhetnek zárt ajtók mögött? De én se tudom kijelenteni egyébként róla, hogy most ez vagy ez, vagy az, bármelyik lehet. És az a baj, hogy. És egyébként ez a legnagyobb probléma, hogy egyikre se tudom azt mondani, hogy, hogy ennek nagyobb az esélye, vagy annak nagyobb az esélye, mert ha ezt így akarta volna a rendező, akkor nem így vezeti föl. Vagy, vagy ahogy a bené is mondta, valamilyen más lezárást ad annak az adott jelenetnek. De ugyanakkor meg nem ez volt szerintem, a, nem ez a jelenet volt a filmnek a legnagyobb hibája. Sajnos. Nem ö, úgy gondoltam, hogy ez a legnagyobb hibája, csak erre akartam kivezetni a mondandómat, hogy igazából a film az mindenkinek mást jelentett. És valahol ez a problémám, hogy sejtessen egy kicsit. Nem azt mondom, hogy mindent mondom meg, de adjon egy kapaszkodót, amire azt lehet mondani, hogy na igen, ebből ki lehet indulni. Itt meg én igazából nem kaptam semmi olyat, hogy itt ki lehet indulni. Ha elkezd gondolkodni az ember, ha elkezd itt egy utána gondolni, akkor saját maga kigondolhat a történetnek egyfajta lezárást, egyfajta ö, dolgot, hogy hova fut ki, honnan indult, de baszki, azért van egy filmnek forgatókönyvírója, hogy ő megírja a történetet, érted? És ne nekem kelljen otthon kigondolni, hogy aha, szerintem ez, ez, ez így volt, ez úgy volt, nekem ez volt vele a legnagyobb problémám. Azt hozzátéve, azt hozzátéve, hogy Bokinak teljesen igaza van, hogy a vizuálitása a filmnek az hihetetlenül gazdag, és, és, én is azt tudom mondani, hogy magyar film ennyire részlet gazdagon, meg zseniálisan még, még nem figyelt a, 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 vizuális térű dolgokra, tehát a, a, díszletekre, a kinézetre, a ruhákra, az tényleg fantasztikus. Nekem a dramaturgiával, a történetmeséléssel voltak nagyon komoly problémáim. Egyébként értelek én, meg, meg valahol igazat is tudok neked adni, tehát félreértés ne essék, csak hogy az a különbség közben, hogy tehát, vannak olyan típusú filmek, amikor nekem is van ilyen elvállásom, hogy igen, mondja meg, ne, ne egyből a számba, de mondja meg, de van olyan típusú film, mint például ez, hogy én teljesen jól meg vagyok azzal, hogy, hogy én találom ki, mint néző. Tehát, hogy bár mondom, tehát nekem, nekem ez egyértelmű volt, megmondom őszintén, én nem gondoltam erre, bár most, hogy mondjátok, lehet, tehát lehet, hogy egy picit elbizonytalanodtam, de, 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 de ez, ez, miatt számomra nem vesztett az értékéből. Egyébként zárója, az Ádi megmondta, lehet az a baj, hogy túl piszkos a fantáziátok. Én nekem még valami eszembe jutott, amit félig meddig már itt említettél, Boki, hogy ugye a Saul fiában ez a forma, hogy a főszereplő arcába dugjuk a kamerát, és mindent így mutatunk Ön, meg. Ez nem, néha... Én ezt nem mondtam problémának. Nem problémának mondom, csak ugye említetted, hogy ez, 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 ez itt is így van, és hogy elhajlásítják a hátteret, és hogy ez tökéletesen jó volt a Saul fiába. Itt a napszáltában szerintem ez mellé ment, mert azzal, hogy a film nagy részében a Jakab juli arcát látjuk, sokszor a képek segítségét is elveszítjük. Szóval, oké, okay, hogy mondjuk. Nem kapjuk meg azt a dramaturgiai segítséget, azt a párbeszédekben a segítséget, hogy tudjuk, merre fut ki a történet. De még a vizuális segítséget is elveszik tőlünk azáltal, hogy a Jakab Júliának az arcát kell néznünk 140 percen keresztül. És valahol szerintem a vizualitás is sérül ezzel, hiszen mennyire jó lett volna már egy nagy totál Budapestről, vagy arról az átkozott kalapboltról, hogyha nem az akarunk egyizét. Az nagyon hiányzott. De... És. Tetszett így, de csak ezért, bocsánat, csak ezért hiányzott, mert, mert túl szép volt, hogy ne lássam, megértem, hogy nem láttam, el is fogadtam, de, de szerettem volna. Meg kicsit olyan érzése volt az embernek egyébként, hogy, hogy mondjam neked, túl sok volt ez az idő, ez a 140 perc, és hogyha azt mondom, hogy ezt a filmet elintézik mondjuk, nem tudom, két órába nagyjából, vagy mondjuk 110 percbe, és mondjuk egy-egy választ kapok, vagy mondjuk egyszer a kamera mutat valamit sejtet, akkor én lehet, hogy ezt a filmet nem négyesre értékelem, hanem mondjuk hetesre vagy nyolcasra. Így meg nekem, nekem megmaradt négyesre. És, és, azt tudom mondani egyébként, hogy ha a rendezőt azt nem nemes Lászlónak hívják, nem az ő filmjéről lenne szó, akkor szerintem ez egy brutál bukás lenne. És, és nagyon sokan nagyon lehúznak ezt a filmet. Így azért egy picit elfogadóak vagyunk, amiatt az Oscar-díj miatt. De, de én, én, én azt tudom mondani, hogy, hogy, nem egy jó film. Vizuálisan mestermunka, de, de amúgy egy, nem egy jó film. Egyetértünk abba, hogy nem értünk egyet, de, de, aztán tényleg sok lesz ebből a filmből, mert, mert ahhoz képest, hogy mennyire nem, nem tetszett, hogy sokat beszél szóla. Még a, <laughs> a még a is szeretett volna valamit, bocsánat. csak azt akartam megkérdezni, hogy akkor szerintetek ez hogy fog szerepelni. Díjaknál Díj, jól, Díj, jól, 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 jól. igen. Igen, igen, igen el, el, egyébként ez jött le a szavaitokból. <laughs> Meg ez általában így szokott lenni, hogy akkor... Nekem egy ilyen Lars von film jutott az eszembe ezt nézve, hogy annak vannak ilyen elvont hülyeségei. De azt lehet, hogy tévedek. Na viszont akkor pontokat még nem mondtunk, Bokit, te mennyit adtál rá? Én egy hatost, de vaciáltam de inkább a hatossal maradtam. Ádi? Három. Három. Én, én megmaradtam négynél. Jó, hát uh... Aki úgy gondolja, hogy ad neki egy esélyt, az, az, az nézze meg. Um, nehéz film, szerintem ezt azért mindannyian el tudjuk mondani. Nagyon nehéz film, úgyhogy, úgyhogy jól gondoljátok meg. Vizuálisan sokat tud adni, azt, azt azért el kell, hogy ismerjük. Én, én viszont még egy dolgot adnék hozzá, tehát hogy, um, hogy fogalmazzak. Ez most inkább egy Saját preferencia az, hogy én erre a filmre négyest adtam. Lehet, hogy ez valaki másnak, például, ha pár nap megkérdeznénk erről, akkor lehet, hogy kilencet vagy tizet adna, mert egészen más kontextusban látjuk őket. De azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a filmet nem tudom ajánlani. Mert akinek ez tetszeni fog, az meg fogja találni az én ajánlásom nélkül is. Viszont ha arra vágysz, hogy ezt a filmet végnézed, mert jó magyar film, akkor csalódni fogsz. Folytatjuk a következő filmünkkel, amit Vivivel láttam én, ez a Pepper mint a bosszú angyala. Így van láttuk megint Jennifer Garner, -nek, ugye szóval van mint egy jó kis visszatérő filmje. Ő egy, hát most azt már mondhatom, hogy szokása, hogy anyukákat játszik, csak azért az anyuka szerep egy kicsit majd aztán átalakul. Szóval ő egy anyuka, akinek megölik a férjét, meg a kislányát, ő, őt is meglövik, felébred a komából, azonosítja is az elkövetőket, aki egy kártelnek a tagjai, de ugye mindenki korrupt a rendőrség, a bíróság, tudjátok, ez a szokásos sztori, úgyhogy elengedik őket, és akkor eltűnik a nő öt évre, és akkor a mészárlásnak az évforduló öt éves évfordulóján visszatérése elkezd leszámolni az egész kártellel, ugye kezdi azokkal, akik konkrétan megölték a cságyát, aztán utána rámegy a főnökre is. Hát ez egy ilyen tipikus bosszú film, ugye női főszereplővel, amit én nagyon vártam egyébként, mert szerintem az előzetes nagyon ígéretes volt. és Sajnos sajnos azért annyira nem tetszett, mint amennyire gondoltam, hogy fog tetszeni. Nem mondom rá, hogy rossz film, mert egyébként ennek is megnéztem ugye a fogadtatását, azt abszolút nem értem. Tehát, hogy, hogy egy Viktor crowley hogy tudnak ennél jobbra értékelni, az számomra rejtély, mert nagyon alacsonyan áll a film. Nekem azért egy ilyen kellemes kis bosszus akciófilm, ami, amit mondjuk nem így nem feltétlenül mondom, hogy muszáj moziba megnézni, de, de, amikor a tévébe leadják egy az teljesen jó választás lesz. Alapvetően én mondjuk szeretem az ilyen bosszú filmeket, mondjuk ugye az előző Bruce Willis-es bosszúvágyból is egy kicsit többet vártam, az ennél is bekövetkezett. Nekem a legnagyobb pozitívum, amit el mondani, az Jennifer Garner egyébként, mert én őt nagyon bírtam az aliázba, és ez ezért egy kicsit hasonló szerep vagy zsáner, mint ami abban volt. Szerintem ennek a nőnek az, ö, jobban állnak az ilyen akciósabb szerepek, mint, mint az ilyen szündi bündi romantikusok, mint például a hirtelen 30, azt hiszem abban volt. Az alapötlet is nagyon jó, de azért szerintem elég sok-sok helyen ez így elcsúszott. Tehát, hogy például ez, nem tudom te, hogy vagy vele, mikor így mondják ezt, hogy ugye öt évre eltűnt, és akkor kiképzi magát. Ezt ne vedd el a kenyerem, ne vedd el a kenyerem. Így... <laughs> de végre valaki tőled is. Tehát ezt így abszolút nem értem, az nekem ilyen derültékből a villámcsapás, mert mutatnak róla egy, egy videót, ahol ilyen ketrec harcol, de azon kívül így semmit nem tudni róla, és ez nem a misztikumot erősíti, csak egy ilyen what the fuck érzés ez az egész, mert hogy, tehát azt vártam, hogy egyszer majd csak kiderül, hogy ez a nő igaz, mert a film elején ő bankba dolgozik, tehát egy tök átlagos nőről beszélünk, és akkor hirtelen így egy csapásra eltűnik, senki nem találja meg az FBI se, több személy azonossága van, nem tudom hány bankot kirabol, fegyverboltot, megfordul Európába, Ázsiába, mindenhol, és egyszerűen csak így nézel, hogy ezt hogyan, hogy ilyen nincsen, és nekem például tetszett volna, hogy akkor ilyen reális módon tényleg biztos erre mód öt év hosszú idő, hogy, hogy így kiképezze magát. Tehát lehet, hogy ez ott csúszott el, hogy ugye ő megszöki végül is a rendőrség elől, mert be akarják zárni hogy egy ilyen pszichiátriai intézetbe, ott leüti a rendőrt, és akkor elfut. Ez hogyha mondjuk úgy tűnik el öt évre, hogy oké, okay, lezárták a nyomozást, elengedik az embereket, csendben felhúzza magát, elmegy, ilyen mondjuk úgy törvényes keretek közt kiképzi magát, amit bemutatnak nekem három darab percben, nem kell többe, akkor, akkor nincs bennem ez a hiányérzet. Ugye mondtad itt, hogy mégis miért értékelték ennyire rosszra ezt a filmet, hát azért, mert ez egy mocsok rossz film, igazából ezt így könnyűre válaszolni. Ugye, ennyire a, nem. De. De. A, de. El is mondom, hogy miért. Ugye hát Kezdjük ott, hogy azért a John Wick sikere óta rohadt sok igazságosztos filmet kaptunk. Ezek az új a élik. Hát, amit eddig nem kaptunk, az egy igazságosztó nő. Hát most viszont ez is megérkezett, és adjuk meg a filmnek azt, ami jár, az akció jelenetek, amiben gyilkolásznak néha iszonyatosan jól néznek ki. Renekül meg a koreografálva, jól van filmezve, rohadt jól néz ki. Ezek pont ilyennek kell lenni, jár érte a piros pont. Hogy őszinte legyek, ez az uzás, ez sokaknál el fogja vinni a filmet, és sokan mondják majd rá, hogy ez király volt. Ha viszont tovább nézem az akción túl, akkor ez egy olyan szintű baromság, hogy belefájdul a feled. Szóval a Pepper, mint olyan film, amit felesleges megnézni, mert ha látod az előzetest, akkor látod a filmet. Szóval a plakátor rajt van ez is, hogy a rendszer hibázott, ő nem fog. És minden tudsz a filmről. Ennyi. Folyik egyszerűségű az egész, semmi meglepetés, vagy csavar, ennyi az egész film. Kezdjük ott, hogy a film alapfelállása az a megtorlónak a története. Azt onnan lopták, konkrétan egy az egyben lenyúlja a megtorló eredet történetét, de full komolyan. És amit itt a Vivi is mondott, az Errabolvában a fasziról kiderül, hogy egy titkos ügynök. A John Wickben kiderül, hogy a világ legjobb bérgyilkosa tesz rendet. A védelmezőben, hogy a Denzel Washington egy volt CIA ügynök. Itt semmilyen nincsen. Jennifer Garner egy háziasszony, aki öt év alatt egy Sarah Connorra gyúrta ki magát, aki profi fegyver és robbanás szakértő, mestere a közelharcnak, a szúró és lőfegyvereknek profi hacker, felderítő és kommandósokat megszégyenítő taktikai felkészültséggel bír. Úgy, hogy az égvilágon semmi előképzettsége nem volt. Egy hétköznapi háziasszony semmi több. Öt év múlva meg ő Amerika leghalálosabb fegyvere. Mindezt olyan bántóan faszkalap módon bemutatva, hogy egyszerűen nem találok szavakat. Kész tényként kell kezelni mindent, hogy a csaj pillanatok alatt kitanult mindent, amire egyébként egy egész ember kell egy normális embernek. És azok a párbeszédek. Azt mondják, hogy négy különböző személy van nőnek, meg hogy ez így elhangzik, hogy ez a nő az álcázás nagymestere. Erre mit csinálnak? Mi csinálnak közben? YouTube videókat mutatják, ahol ketrec harcosként ver másokat. Érted? Annyira álcázás, Magát, hogy a nevét beírod a YouTube-ra, és konkrétan kidobja, hogy hol volt éppen mit csinált, meg hogy éppen kitver halára. Biztonsági felvételeken mindenféle állarc nélkül törbe egy fegyverraktárba, egy olyan furgonnal, amit Utána, most kapaszkodjatok, leparkol egy forgalmas utca kellős közepén, és senkinek nem tűnik fel, hogy, hej, ezt a furgont keressük ám, ami ellopott egy az, egy rakatnyi fegyvert. Egy olyan városban, ami tele van kamerázva, hogy konkrétan minden sarkon négy van belőlük. Na, a csaj, az, az olyan profing lejtőzködik, hogy lebassza a kocsit az utca közepére. Amellett menjünk el, hogy hogyan derítette ki, hogy kik tehetőek felelősi a családja haláláért. Meg azt is hagyjuk most, hogy igazából a tényleges gyilkosokat, azokat predátor módjára lógatja fel egy óriás kerékre és hogy tisztában van minden rossz fiú tartózkodási helyével. Hagyjuk ezt így, ezen már fel se húzza magam. De az, hogy ez a nő nem egy esendő magát ö, kiképző bosszú álló, hanem egy terminátor. Hiába zuhan le két emeletnyit, akkor is tucatjával gyilkolásszal le a gengstereket, Lelövik, megszúrják, elájul, kicsit pihen, fel kell, és semmi baja. Baz meg, regenerálódott. Hihetetlen. Olyan dumák vannak benne, hogy azt mondja a nő, hogy ha nem mentek el, akkor kinyírok, kinyírok mindenkit. Erre megszólal a nagyfőnök, hogy ne higgyetek neki, csak blöfföl. Mi van? A másik, és itt kapaszkodjatok meg, és ez a Petinek nagyon fog tetszeni. Két rendőr beszélget, és arról beszél, hogy valamibe fogadtak, és hogy üdvözöl a Yeti, meg hogy tudod, mi van a Yetivel? De annyiszor, hogy az már olyan szinten idegesítő, hogy mondom, milyen Yetiről van szó, miért beszéltek róla, mi van? Eskü azt hittem, eldobják a fegyvert ott a jelenet közepén, beállnak a kamera elé, és elkezdenek énekelni, meg táncolni, hogy itt van a Yeti. És a film végéig nem derül ki, hogy most milyen poénkodtak, vagy most, most milyen jeti üdvözöl kit, vagy micsoda. Ilyen hülyeségekkel van tele a film, hogy beszélnek dolgokról, ami azért nem kezdenek semmit, hogy a beépített ügynökökre vigyázni kell. És semmi szó nem esik onnantól kezdve a beépített ügynökökről. Szóval... Igen, közben azt hittem én is, hogy lemaradtam valamiről. Nem Ugye? Eltem eléggé, de akkor nem, nem, velem Tudod, mi van a jetivel? Jaha, igen, a jeti téged is üdvözöl. Mert milyen jeti? Mi van? nagyon, sok hülyeség van benne egyébként én, tőlem, a legnagyobb, az jó, ez egyébként elhagyagolható, de miért ez lett a címe? Azért, ez mert ez az elején a kislánya borsodikás fagyit kér. Akkor... Csaj kért egy ilyen, egy ilyen mentás és fagyit, és innen kezdve ez a címe, Peppermint. Okay. Nem értem. Ö, meg én azt is nagyon bírtam. A rendőrt, tehát, hogy azt abszolút nem értettem a korrupt rendőrt, mert hogy azt gondoltam, hogy a köcsög lesz a korrupt, aki mondta az elején, hogy hagyja az egészet a francba, mert hogy aki szembeszáll a kartellal, az meghalna. Kiderül, hogy ő nem a köcsög rendőr, ő csak fél, hanem a társa, aki még az elején kapálózna, hogy de igazság meg. Hiszen az kiderül a végére, hogy ő a korruptna. Az ilyen, megint ilyen derültékből a villámcsapás, hogy mi, és de nem úgy villámcsapás, hogy tök jó fordulat, hanem egy ilyen érthetetlen hülyeség az egész. Miért az, ha, hogy azt mondja, is. hogy óriási nagy bolyba vagyunk? A koreaiakkal összebalhéztunk, meg kell oldanunk. A koreaiak támadni fognak, és innentől kezdve a koreaiakról egy büdös szó nem esik a filmbe. Érted? Meg, meg azt mondja, hogy lejön a, lejön a nagyfőnök, hogy az apám küldött. Ha nem fizetsz, hatalmas nagy probléma lesz. Óráid vannak hátra. Innentől kezdve az egész filmben nem hallasz többet róluk. Én, én, én azt is nagyon szerettem, ahogyan megtalálták, hogy a nő hol bujkán. Ki, ki tisztította egy egész körzetet. De nem is az, ugye megtalálják, megtalálják a nőt. Egy kurva nagy 30x30-as farra ráfestették az arcát, meg ilyen szárnyakat adtak hozzá, hát kurva hát nehéz lett megtalálni. <laughs> Kiplakátolták vele a izét, hogy egyébként, ja, ő itt lakik meg itt dolgozik. Borzasztó hülyeség ez a film. Ez szerintem ilyen, ilyen, fegyvermániások bírni fogják, tudod, aki ezt ah. írja, hogy nő hatalmas fegyverrel, annak úgy be fog jönni. De... De... Ezt mondtam neked az elején, hogy igazából akit csak az érdekel, hogy válogatott módon gyilkolászás, és arra örjön, hogy igen, hát sart! Annak ez biztos, hogy baromira tetszeni fog, aki meg mondjuk igazából elmúlt 13 éves, és mondjuk szeretne valami történetet is egy filmbe, az az, az igazából felében azt fogja mondani, hogy na jó, van, hát ez nekem nekem nem. Úgyhogy. Meg nekem még egyébként a végével ezt feljebb lehetett volna. De aztán nem történt meg, mert azt vártam tudod, hogy jó, oké, okay, lelövi a kártelnek a főnökét, és ott meglevik. Na, ha nekem még azt mondom, ha a nő meghal a film végén, egyébként, akkor még egy kicsit ez mozdult volna nekem a pozitív irányba, mert pedig nekem nem a happy end, de ez így nem működik. A végén konkrétan egy rendőr engedi el, mert hogy hát mindegyet értünk azzal, amit csinálsz, és elengedi, és az is ilyen, mi van, nem már. Tehát, hogy nem csak, de hogy, hogy igazából köcsög volt, mert nem csak a rossz fiúkat bántotta, hanem az elején beszólt neki egy nő, azt is helybe hagyta, hogy azért egyébként helyből járna neki a három év Meg a meg bírót is bankok... legyilkolta, aki egyébként baromina is... nem volt korult, csak betartotta a törvény, de meg semmi egyetértünk. Akkor... gond, egyet értünk. Meg, 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 kirabolt bankokat, fegyverboltot, <laughs> volt, tehát ezt így elfelejtjük, jó, hát ez megtörtént, söpörjük a szőnyeg alá, mert amúgy meg kedves vagy, meg... Nem mindegy, én adtam rá egy négyest, bár napszálta után ugyanannyi pontot adtam rá, egy elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy főjebb tornászom, de. de én nem. egy hatost adtam egyébként, de én meg jó a. Jó szívű Vik vagy. Vik én, én Viktor után néz. Azért, <gül> <gül> azért uh, én előtte. De hát valamit elmondtad neked, a napszálta is szar volt, úgyhogy, Igen. Uh, úgyhogy akkor végül is szar után néztem. Reális. A de szerencsére azért láttam egy nagyon jó filmet is a héten. Ez az utója július 22. Hát, amit tudni kell, hogy itt van szeptember 30 és konkrétan én még nem láttam 10 per 10-es filmet ebben az évben, amit úgy értékeltem volna. Na most az utolját, amint kijöttem a moziból, már mentem fel IMDb-re, és adtam rá a 10 -est. Ennyire zseniális filmről van szó. Egy annyira megrázó és olyan szinten zseniális film, amire nagyon nehezen találok szavakat. Ugye mindenki tudja, 2011. július 22-én egymást követő két terrortámadás történt Norvégiában, amiről kiderült, hogy egy helyi szélső jobboldali férfi követtel el, Andreas Bering Breivik, 69 embert mészárolt le a munkáspárt nyári táborában utolja szigetén, az áldozatok 11 és 25 év közötti fiatalok voltak, és hát róluk szól ez a film. És nagyon-nagyon megviselt ez a film, mert valami elképesztően hatásos. Mielőtt elkezdtem nézni a filmet, az két dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem akarom látni a merénylő szemszögéből a történetet, szóval nem utassák, ahogy 69 gyereket lemészáról ez az állat. Hatásvadász, és szerintem kegyelet sértő lett volna, illetve nem akarok egy szirupos megmenekülő történetet sem, amiben egy szerelmes pár vagy valami hasonló menti meg egymást és és szerencsére egyik se valósult meg. Helyette viszont egy olyan szintű rendezői bravúrt kaptam, aminek szerintem nincsen párja a modern filmművészetben. Onnantól kezdve, hogy elkezdődik a támadás körülbelül a film 20. percében, és most kapaszkodjatok meg, a filmben nincs vágás. Egy darab sem. 72 percen keresztül zajlott a támadás, 72 percen át átgyilkolt Breivik, 72 percen keresztül menekültek, bujkáltak, rettegtek, szinte az őrület határán a gyerekek. Ezt a 72 percet pedig úgy ábrázolta a rendező, Bob, hogy vágás nélkül egyetlen snitben, egyetlen jelenetben egy lánt követhetünk végig a szigeten, aki menekülni próbál az elkövető elől. Nincsen vágás, nincsen pihenés, hanem ezt a lányt látjuk, követjük végig egyetlen snitben, 72 percen keresztül. Hogy értsétek, lényegében 72 perc alatt vették fel ezt a 72 percet élőbe egyenesbe történik ez a dolog. Tehát minden színésznek tökéletesen kellett alakítani, hogy abban a pillanatban, amikor hozzáér az a kamera, amikor odaér a történet, akkor neki ott úgy maximumot kellett nyújtani. Ha valaki hibázott, bum, Kezdjük az elejéről az egészet másnap, mert hogy más a megvilágítás, más a napszak, minden snitnek tökéletesnek kellett lennie. Nem lehetett rossz lépés, nem lehetett egy botlás, vagy hogy ö, nem jut eszébe a szöveg az adott színésznek, mert onnantól kezdve akkor, oké, okay, vágó, holnap kezdjük az elejéről. És nem egy szobában történik a dolog, mint mondjuk az Ajas Nyolcasba, hanem egy egész szigeten. És ez, ha belegondoltok, ez valami egészen fantasztikus, és ilyet én még filmben nem láttam. Erik Pop egy interjúban elmondta, hogy a felkészülés az hónapokig tartott, ha mindenig. Az 7 hónapig, és maga a forgatás az 5 napot vett igénybe. Itt 5 különböző filmből választhatott, mert minden nap felvették az egészet az elejétől fogva. Ráadásul ugye a lövések is teljesen valódiak, ja, és azt hozzáteszik, hogy valóban utolja szigetén ott, ahol történik, ott forgatták az egészet, szóval, ahol ezek a gyerekek bujkálnak, ahol ezek a gyerekek meghalnak. Az a valóságban is úgy történt. És visszatérve a fegyverhez, nem utómunkával kerültek be ezek a lövések, hanem valóban az erdőben lőttek, méghozzá ugyanolyan fegyverrel, mint amilyet az elkövető használt, ráadásul pont Pontosan annyi golyót használtak el, annyi lövés hallatszik a filmben a 72 perc alatt, mint ami a történetben volt. Elképesztő dolgok ezek. A rendező az annyira szerette volna közelebb hozni a valóságot a nézőhöz, hogy a stáb az három ö, hónapon át ö, nem csinált semmit, csak ezt a koreográfiát, ö, koreográfiát gyakorolta be. Utána egyenként mindenkivel hónapokon keresztül végigvették, hogy mit kell csinálnia, hogy legalább egyszer sikerüljön tökéletesen a felvétel. Végül aztán ez ötször sikerült. És nem öncélű formai bravúról van szó. Mert ez a megoldás ez azért nagy mértékben erősíti az azonosulást. Minden a valóságnak van rendelve, ahogy hallottátok a fegyvert használatot, vagy az időt, ahogy 72 perc alatt történt. És ide tartozik az is, hogy mellőztek mindenféle filmzenét, csak ez a nyomasztó rohatna csend van, amibe néha egyszer a fegyverropogást azt így meghallott, de olyan erővel hallatszik az a fegyverlövés is, hogy egyszerűen összezörrens. És hihetetlen! A mesélők elmondása alapján történik minden, hogy nem tudod, hogy merről jön a lövés. Mert ugye a sziget, hogyha bemontatok egy erdőbe, ben voltatok egy erdőbe, és kiáltott nektek valami, valaki a távolból, ti se tudjátok most éppen merre jön a hang, a vízhang miatt. És ugyanez itt is megvan a filmben, nem tudod merre jön a lövés, nem tudod merre van éppen a gyilkos, és annyira átjön ez az egész dolog, hogy egyszerűen te is rettegsz, hogy basszus, menjetek már, fussatok már, púljatok el, vagy, vagy bármi. A kamera úgy mozog, mintha ő is egy szereplő lenne, mintha valaki a fejét forgatná, úgy néz a kamera is el, lebukik, kinész hasonlóak és baromi se teszi ez az egészet. Andrea Bernsennek hívják a főszereplő csajt, akit végig követhetünk, és ő valami zseniális. Most gondoljatok bele, hogy folyton őt követi a kamera. Nem egy jelenetben kell neki tökéletesen színészkedni, hanem 72 percen keresztül neki tökéletesen benne kell maradnia a szerepbe. Az adott szerepbe rémültnek kell lennie, az adott szerepben halálfélelemnek kell lennie, össze kell zavarodnia, és tökéletesen kell ezt hoznia. Annyira zseniális, hogy komolyan a szavam eláll. Hozzáteszem, ö, van egy egy olyan jelenet, amiben egy tizenéves kisgyerek haláltusáját nézzük végig, fél centiről. Látjuk azt, hogy elkezd remegni, hogy kihűl, meghal. Hatásvadász, de hihetetlenül jól sikerült. Annyira megható, megrázó, hogy egyszerűen levegőt nem mersz venni, miközben ott haldoklik a kisgyerek. A barátnőm a könnyei kijöttek, hihetetlen. Breivik egyébként egy jelenetben látszódik, baromi messziről, és őszintén ez így van jól. Nagyon tetszett, hogy a filmnek egy ilyen uh, bizonytalanságot adtak, bizonytalanságba tart, hogy nem tudják a szereplők, hogy mégis mi történik, kilő, Miért lő, merre van az elkövető, hogy egyedül vagy többen vannak, hogy miért nem jön a segítség, hogy ha valaha is megmenekülnek-e, hogy egyáltalán életbe maradnak-e, olyan szinten rátelepszik ez a fajta bizonytalanság és rettegés, hogy egyszerűen órák múlva sem tudsz másra gondolni, miután kijöttél a filmről, hogy azki, oké, okay, hogy valaki ezt túlélte, de az tuti, hogy életre megrokkant pszichésen, az biztos. Engem a film nézése már olyan szinten lehúzott a mélységekig, hogy belegondolva azt, hogy ezt valaki ott, hogy végigélte, az valami borzalmas. És ez a film ezt a borzalmat ezt nagyon vissza tudja adni. Szóval remek rendezés, tökéletes munka, sőt forradalmi egysnittes jelenet, tökéletes alakítás. Tényleg nem tudok más mondani, csak hogy nézzétek meg, mert ez a film, ez, ez, ez zseniális. Menjetek el nagyon sokan, borzasztóan fogjátok bánni, hogyha ezt kihagyjátok. És ezt nektek is mondom, hogy ha van egy film, amit mindenképpen meg akartok nézni a Moziba mostanában, akkor az ez a film legyen, mert ez, ez az utóbbi évek egyik leghatásosabb filmje. Köszönjük, nagyon bő volt, és tartalom és felkeltette az érdeklődésünket. Az a helyzet egyébként, hogy szerintem Magyarországon nagyon-nagyon sokan olyan ember van, aki ezt meg akarja magyarázni, hogy de miért lehetett volna ezt másképp, de szerintem ebben a filmben ez, ez fölösleges, tehát egy kicsit morbid dolog lenne utólag megpróbálni, úgyhogy egy kicsit átvariálni itt a paramétereket. Ez egy szörnyű tragédia, és az elmondásod alapján egyébként rettenetesen valósághűen forgatták le az erről szóló filmet. Borzasztóan, hát hogyha belegondolsz, ez a 72 perces jelenet, én, én, én egyszerűen bele se tudok gondolni, hogy ezt hogy tudták megcsinálni. Most csak gondolj bele olyan, mint egy színházi előadás, csak a hibázás legkisebb lehetősége nélkül. Mindenképpen meg fogom nézni. Csak az a baj, hogy ezeket miért nem játszák mondjuk kisebb városokba is, például nálam. Az a baj, hogy egyébként ez egy norvég film. Igen, szóval. Erre célozgattam, hogy, hogy ez a nagy problémám, hogy pedig az északi filmek zseniál. Mi, mi szoktunk uh, Norvég és Dán filmeket nézegetni néha-néha, amik ugye mozikban nem jutnak el, és nagyon jó. És, és uh, hát ahogy hallom, ez se egy kivétel, tehát nekem abszolút meghoztad a kedvem, úgyhogy én, én mihegy, tehát, én meg is fogom nézni. Nem tudom, hogy a kameramunkát azt tudják-e Oszkára jelölni, vagy egyébként az akadémia fogja-e, vagy van -e erre mód, de én szinte könyörgök, hogy ezt jelöljék, mert én ilyet még nem láttam, úgyhogy nagyon zseniális, 10 per 10, hatalmas nagy tízest húztam be hozzá hogy a következő filmhez is bármilyen meglepő. Ez pedig a Csukjások, vagy a Black Clansman, amit Petivel kettel láttunk. Igen, ez egy rendkívül jó film. Maga a történet egyébként 1970-es évekbeli Amerikában játszódik, ahol tulajdonképpen elegi érzékeltetik velünk az akkori helyzetet, ugye a feketék és a fehéreknek a, a hát nevezzük úgy a harcát. A főszereplő Ron Wars, aki az első fekete rendőrként csatlakozik a Colorado Springs-i rendőrfőkapitánysághoz, egy rendőrkapitánysághoz, aki annyit kell tudni, hogy ő egész életében rendőrnek készült, és alapvetően azért is csatlakozik a rendőrséghez, hogy belülről próbálja az intézményesült rasszizmust csökkenteni, az ellen harcoljon, illetve hogy megpróbálja azt a fajta stereotípiát is levetkőzni, miszerint a rendőrök azok mind disznók, ezt a filmet többször el is mondják hogy próbálja ezt a fajta feketék-fehérek fajta ellentétet oldani. Uh, nem, nincs egyszerű dolga neki, és hát kapásból, amikor bekerül a rendőrséghez, ott is már szembesül ezekkel a fajta nehézségekkel, hát őt, mint fekete rendőrt kapásból berakják így a, a, a kartotékozóba, és hát ott folyamatosan megjelennek a fehér rendőrök, akik hát a fekete bűnözőkre folyamatosan uh, mindenféle, azt hiszem, hogy békának hívják talán őket, tehát uh, ugye feliratosan néztük a film de, de, így egyébként rendkívül jó volt. Illetve hát én azt gondolom, hogy ez a film akár napjainkban is játszódhatna, hát a rendező Spike Lee egy, egy, egy rendkívül jó, jó, rendező, akinek azért tudni kell, hogy a filmek mindig valamiféle üzenetet tartalmaznak, kikacsintás a jellegi világba, és, és igen, tehát ez a film, ez a mai problémákat is ugyanúgy boncolgatja, többször lehetett azért, tehát a is a rasszizmus azt gondolom, hogy egy, egy óriási probléma. Tehát ezt a filmet akár uh, kis is, vagy akár az Európai Unión belüli országokról is uh, nyugodtan lehetett volna formázni, csak nem éppen a feketék és a fehérek ellentétéről kellett volna ezt elkészíteni, hanem akár hazánkról, uh, akár a cigányság és, és, a, és a magyarságnak a, a, a különböző oldalait lehetett volna megnézni, de akár a jelenlegi migráns problémára is rá lehetne ezeket valamilyen szinten húzni. Tehát nagyon érdekes a film, uh, és ami viat zseniális, hogy mindezt humorral próbálja, eladni. Tehát igazából szórakoztató, végig szórakoztató a film, amellett, hogy, hogy, hogy a mondani valója az azt gondolom, hogy, hogy óriási, és az egyik pillanatban nevetsz egy jó poén, a másik pillanatban meg elgondolkozol rajta, hogy most ezen valóban nevetnünk kellene, tehát ez egy, egy, egy óriási nagy probléma. Például van egy olyan jelent, amikor egy fehér házaspárt, egymást átölelve, simogatva beszélgetnek, és azon ábrándoznak, hogy a feketéket hogyan kéne levadászni. És ez, ez valahol úgy vicces volt maga a beállítás, de alapvetően meg egy, egy óriási nagy szörnyűség, hogy emberek fejébe ilyen dolgok merülnek fel, és egy romantikus pillanatban azon ábrándoznak, hogy hogyan vadászák le a feketéket, meg hogy mit műveljenek velük. Tehát mondom, ez egyfajta trása, társadalom kritika is, és azért figyelt arra, hogy a jelenlegi egyesült ez, államokra is próbálja ezt a dolgot ráhúzni. Utóán olvastam több kritikában, ugye nekünk ez annyira nem feltétlenül mond valamit, de a különböző angol kifejezések, azok azért elég rendesen utaltak a, a jelenlegi elnöknek a kampányára, és ezek megjelentek, ugye lehetett arról hallani, hogy Trumpnak a kampányát ezt elég erőteljesen e, erősítették az ex- e, kokluxkános emberkék, tehát hogy egy eléggé szélső ö, jobboldali ö, támogatottsága volt a jelenlegi elnöknek, illetve hát ő maga is többször tett olyan kijelentéseket, ami, amik, 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 nagyon áttetszőek voltak, ö, és ezért simán lehetett érezni hát nem feltétlenül mondanám ki azt, hogy rasszizmus, de hogy a fehér Amerika az azért mindenféleképpen az ő álmaiban szerepel. Nekem nagyon tetszett még egyszer, mondom a film, úgyhogy, úgyhogy hogy, úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani nálam. Ez, ez is egy tízes, mindenféleképpen. Maximálisan egyetértek. Én is tízest adtam rá, mondjuk nem a uh, filmművészeti uh, ereje miatt, meg a filmművészeti nagysága miatt, hanem amiatt a társadalom miatt, ami ebbe a filmbe bent van, mert egyébként abszolút lehetett volna ez egy B-filmes komédia, ehhez viszont Spike Lee leforgatta az utóbbi évek legerősebb társadalomkritikáját. És ne legyen senkinek egy pillanatig se kétséges, hogy hiába játszódik a 70-es években ez a film, bőven 2018-ra reflektál. Minden kiszólás, minden poén, minden utalás annyira, de annyira erős kritika a mai társadalomnak, hogy néha, amikor egy-egy poénol elröhögöd magad, már a következő pillanatban elgondolkodsz rajta, hogy ú, baszki, ez nagyon durva, ez nem vicces, hanem rohadt szomorú. És az a szomorú, hogy ebben az egészben, amit a filmben látunk, hogy ha a ruhákat, a kocsikat kicserélnénk, akkor nyugodtan játszhatna ez a film 2018-ban, mert ugyanez a rasszizmus, ugyanez a uh, hozzáállás mondjuk a rendőrök részéről, hogy vegzálják a, a feketéket, az, az, az a mai napig megvan Amerikában. És ez valami elképesztően szomorú, mert azt látjuk, hogy ezt a bigot, Rasszista baromságot, ez ez, ez nem, hogy eltűntettük volna a világunkból, hanem erősebb, mint valaha. Ez a film egyik üzenete, hogy ahogy mondtam, rengeteg kiszólás van, főleg Donald Trumpra és a rezsimére. Vicces, hogy megtudod, hogy a Tegyük újra, uh, tegyük újra nagyjá, Amerikát szlogen eredeti, az honnan is van. Ezt a Ku tolta a 70-es évekbe. Aztán abban a pillanatban, hogy rájössz erre, hogy Jézus, ez az ember innen lopta ezt a szlogent, és ezzel ő elnök lett, akkor rohadtul elszégyelled magad. Nagyon erős a film, ami képes ilyen erős érzelmeket kiváltani belőled ami képes arra, hogy ennyire nagyon erős társadalomkritikát fogalmazzon meg, és képes arra, hogy ennyire zseniálisan reagáljon azokra a dolgokra, ami 2018-ban így az életünket befolyásolják, az szerintem egyszerűen egy remek mű. De hogyha kicsit félretesszük ezt a társadalomkritikát, és beszélünk magáról a filmről, csak gondoljatok bele, hogy egy zsidó és egy néger rendőr beépül a kukluxkán legmagasabb köreibe, és lebuktatja őket. Ez már magában olyan zseniális, hogyha ezt jól megírják, az egyszerűen fantasztikus. És nem csak, hogy jól megírták, hanem zseniálisan. Szóval olyan párbeszédek vannak a filmben, hogy azokat akár a Tarantino, vagy épp a Shane Black is írhatta volna. Tele van a film zseniális jelenetekkel. Szóval ott van, amikor egy James Brown dalt énekelve próbálja a három rendőr elsajátítani a másik szavajárását. Ilyen, ö, nem is tudom, fekete hatalom, meg hasonló szövegeket énekel a három rendőr. Szóval egyszerűen imádom. A vágást azt szerintem Oscar kell jelölni, mert ez a munka, ez remek. Ahogy a klán nagygyűlés és a fekete polgárjogi harcosok nagygyűlésének a beszédeit összevágják, és egyszerre váltogatva hallod a két beszédet, hogy fekete hatalom, fehér hatalom, az annyira zseniális, hogy arra egyszerűen nincsenek szavak. Szóval ezt így összevágni, az, az, az valami hihetetlen bravúr. De ott van az a jelent, ugye a fehér felsőbbrendűséget ecseteri a KKK-nak a nagymestere vagy nagyvarázslója, most nem tudom már, hogy volt ez. Közben meg egy öreg fekete te azt tecsetteli, hogy, hogy milyen bestelen brutális módon végeztek ki egy ártatlan feketét az 1910-as évekbe, és hogy mi minden bestiális dolgot tettek, mert, mert megtehették és ott van az a jelenet, amiben arról mesélnek, hogy az egyik mai napig a mozikban legnépszerűbb film, az egy nemzet születése, mennyire rasszista szar volt, és hogy mennyire elősegítette a KKK-nak az előre törését. Közben, miközben ezt meséli az öreg, a tagok megnézik ezt a film, popcorn zabálnak, közben meg ilyen náci karlendítések vannak, és a boldogságtól örjöngenek, közben meg az öreg meséli, hogy ja, hát emiatt a film miatt egyébként felakasztottak, elégettek egy embert, akinek a testrészeit egyébként kis dobozokban árulták, és lehetett venni, és a zapuka vette a kisgyereknek, hogy ne szé itt egy nigger új vagy valami ezé. És, és, ez a boldog 20 évek. Szóval iszonyat erős jelenetek vannak, amik olyan szintű rendezői és vágói bravúrok, hogy arra nehéz szavakat találni. És Mindez mondjuk semmit nem érne, hogyha a színészek nem lennének jók, de itt meg szinte minden tökéletes. Ugye a főszereplő ez a John David Washington, azt nem tudom, tudtátok, de ő a Denzel Washingtonnak a fia. Lubickola szerepe, tökéletes erre a fekete zsarú szerepre. A legjobb viszont szerintem az Adam Driver, aki, hogyha nem a Star wars játszik, akkor egy fantasztikus színész, és itt maximálisan bemutatja ezt. A klántagok nagyon jók, mindenki hozza azt, amit kell, a mellékszereplők, legyen szó fekete polgárjogi szónokról, vagy egy fekete pincérről, vagy a rasszista rendőről, az tökéletes. Tökéletes. Kicsit néha vontatott, kicsit talán túl hosszú le, ö, túl hosszú lett, és azért valljuk be, Spike Lee filmjei azok néha nagyon tolakodóan az arcodba tolják magukat és a saját nézőpontjaikat. Aki mondjuk az más politikai nézőpont szerint éli az életét, mint a Spike Lee, az lehet, hogy ezt a filmet utálni fogja. Aki annyira nem vevő arra, hogyha egy film nevelni akar és kritikát Fogalmaz meg az életünkről, vagy mondjuk az adott társadalomról, az mondjuk lehet, hogy nem fog megbarátkozni ez a filmmel, és utálni fogja. Ha viszont nyitottan állsz hozzá, nyitottan állsz ehhez a filmhez, akkor szerintem hatalmas élményt tud adni. Hozzáteszem, hogy évek óta viszont ilyen erős lezárást még nem láttam filmben. Igazi valós bevágások vannak a charlestonville neonáci tüntetésről, és a charlestonville gyilkosságról, amikor a fekete és náci ellenes tüntetők közé hajtott egy náci gyilkos és megölt több embert. Aztán vágás, és Donald Trump ezeket a védi. És akkor az áldozatok képe megint. Oké, okay, lehet azt mondani, hogy rohadt hatásodás, mert valljuk be az, de iszonyatosan hatásos. És őszintén mindenki csak nézett maga elé a moziban, és tök csöndben kisétáltunk, nem szóltunk egymáshoz, hanem itt így gondolkoztunk rajta, hogy baszki, 2018-ban hol is élünk. Rohadt erős film. És erre azt tudom mondani, hogy kötelező megnézni. Szóval én is azt mondom, mint a Peti 10 per 10 minden hibája ellenére. Vagy mellett ez elég nehéz szóhoz jutni, de <laughs> tulajdonképpen mindent elmondott nagyon jól. A Spike Lee tényleg hatalmas, nagyon jó. nagyon jó hogy játszik az érzelmekkel, nagyon jó. Tényleg az, hogy az egyik pillanatban mosolyogsz, a másik pillanatban le vagy döbbenve, megint mosolyogsz, megint le vagy döbbenve, és egyébként, hogy Benny mond, um, itt amikor a két a fekete és a fehér társaságot mutatták. Itt, itt tényleg egyszerűen hullámzott az ember, ez az érzelmi töltet, hogy most uh, mi is van, tehát te, mosolyogsz a másik pillanatban, meg, meg le vagy döbbenve, hogy, hogy Úristen. Tehát, hogy uh, emberekkel ilyeneket képesek voltak uh, megtenni. Um, egyébként én még itt akartam hozzáfűzni, hogy uh, mikor néztük a moziba a filmet, mondom, ez a PALI a legelején, ezt úgy néz ki, mint Alec de nem, ez nem lehet az, de csak úgy néz ki. Utána ezt nem, persze, elég Baldwin volt. A dr. Kenbry nem tudom, belőle valamilyen neve van a Palinak, elég nehéz kiejteni, ezt ha valaki ki tudja, akkor azt várom. Na szóval, mintha a magyar egyet néznél. Tehát, tényleg, nem Én nem akartam akar. ennyire konkrétan fogalmazni, Én egyébként konkrétan, igen. Nem mondom, egyszerűen szörnyű volt. Tehát Szörnyű volt ezt nézni, hogy, hogy, hogy hogyan súlykolják bele az emberekbe a más ember iránti gyűlöletet, és megmagyarázzák, hogy ez miért jó nekünk, hogy, hogy miért kell utálni a feketéket. Erről ennyit akarok csak mondani. Tényleg mindenki nézze meg a filmet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek fog valamit adni, jelenteni, mindenki meg fogja benne találni szerintem a, a jelenlegi társadalmunknak a, a, problémáit, és én azt gondolom, ha, ha le tudjuk ebből vonni a konzekvenciát, és ebből tudunk tanulni, tanuljon belőle mindenki az egész társadalmunk, az egész magyar társadalom, az egész nemzet, az egész világ, mert e, nem jó e, saját bőrünkön tanulni, tanuljuk meg ezt az amerikaiaknak a bőrén, hogy, 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 hogy ez szörnyűség tényleg, amit a Benny is mondott a, a záró jelenetnél, egyszerűen szörnyű volt látni azt, hogy, hogy milyen buta emberek vannak, és a legszörnyűbb az, hogy egy buta irányítja ezt a nemzetet. Én nem szeretek politizálni, főleg nem egy ilyen uh, szituációban, de azt gondolom, hogy ezt érdemes volt elmondani. A film 10 per 10 nézze meg mindenki. Hát igen, mert ahogy mondtam, ez, ez a film ez nevelni is akart, és én, én azt mondtam nektek is, amikor ez a podcast elkeldőzött az elején nagyon sokszor, hogy én, én, igazából azt a filmet tudom nagyon értékelni, és 10 tíz per 10 adni rá, ami valami olyasmit elindít bennem, ami, amit más nem. És basszus, kijöttem a filmről, és komolyan néha szégyeltem magamat, hogy, hogy, hogy mégis hova jutottunk 2011 és uh, iszonyatosan jó volt ezt a filmet itt így átélni, látni azt az egészet, hogy, hogy mégis mi mindent adott, és amit csak el tudtam mondani, hogy a forgatókönyvet én tuti, hogy oszkárra jelölném, ha más film megkapja a vágás miatt az Oscar-díjat, akkor az az utóbbi évek legnagyobb prosztó pofátlansága, mert tehát olyan vágóképek vannak benne, hogy amit az utoljánál az előbb el tudtam mondani, hogy, hogy basszus, legszívesen felálltam volna és tapsoltam volna, hogy meg ilyen megoldás, hát fantasztikus, fantasztikus. Úgyhogy az év egyik legjobb filmje, amit szerintem is egyébként kötelező megnézni. Ahogy a Peti is mondta, ez egy 10 per 10-es film, úgyhogy vétek kihagyni, ezt nézzétek meg mindenképpen. Hát ennyi lett volna a maratoni adásunk, igazából hat filmet néztünk, Ezekből azért bőven lehetett ajánlani az utóját, meg a, a, a csukjásokat azért még egyszer kiemelném, azt azt kötelező jelleggel nézzétek meg a mozikban. Aztán egyébként kommentbe írjátok meg, hogy mit gondoltok a csukjásokról, hogy, hogy mennyire volt zavaró nektek, vagy nem zavaró Spike lee ez a fajta népnevelő szándéka, hogy tetszettek a filmek, írjátok meg egyébként, hogy hogy tetszett ez a nagyon hosszú maratoni adás. Aztán iratkozzatok fel a csatornánkra itt YouTube-on, osszátok a videóinkat, osszátok a jó hírünket, van egy Facebook oldalunk is, facebook.com per Movie podcast, itt is lájkoljatok minket, rengeteg sok filmes hírrel, trailerrel jelentkezünk, és hát rem Remélhetőleg a jövő héten pedig jövünk majd a Venommal, illetve Lady Gaga és Bradley Cooper közös romantikus filmjével. Addig is járjatok nagyon sokat moziba, uh, még egyszer mondom, csukjások utója kötelező jelleggel nézzétek meg. Legközelebb találkozunk, jó mozizást, sziasztok! Hi -hátok. Hi -hátok.